budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! Na gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 12 perccel hát időben. Jani is megjött, Feri is itt van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Én nem tudom, te hogy vagy ezzel az átállással, én ma 5:30-kor megérkeztem a rádióba. Úgyhogy még nem láttam. Én figyelj, én nem tudom, én 3-kor fölébredek. Én nem tudom, pedig nem értem, hogy miért, mert elvileg mi visszafele voltunk, tehát nekem ott kéne még sokkal álmosabbnak lennem. Hogy igen, 6 órában igen, vagyunk igen. Vissza, tehát akkor kéne... Hát, amikor mi voltunk 6-kor, ti akkor feküdtetek aludni. Így van, tehát most van éjfél. Nekem most kéne álmosnak, 3-kor így kinyílik a szemem, és igen, nem tudok aludni. Én álltam át, tehát én az alatt a 3 hét alatt, amik kint voltunk, vagy 4 hét alatt, én nem álltam át, tehát mindig... Akkor lehet, hogy te pesti időben maradtál. Te közben? Igen. Nem, szerintem nem, az nem én maradtál, vagyok. Maradtál pesti időben akkor? Igen, teljesen. Most ilyen átállási problémám. Semmi jetlag. Nem, ugyanúgy kellek, mint ahogy mindig is szoktam. Hát akkor jó neked. Én ezt mondjuk nagyon tudom szeretni, hogy előbb jövök be. Tehát egyébként van benne valami. A 15 év alatt nem volt ilyen egyébként, hogy álltunk itt Annával, még kávé. Ez a 3-4, te mit kell? De úgy, hogy 4-kor már garázsba pakoltam. A cuccaimat átnéztem, felöltöztem. Mi az Isten van? Hát ez tök jó így, nem kell rohannom. Végre nyugodtan itt vagyok. 5 óra 40-kor már SMS-eket olvasgattam. Hát mondom, mi történik itt? Egy se jött, de nem baj, de elolvastam, hogy mi jött a Mártinak. Én ezt tudom szeretni, tehát ez jó lenne, így maradna, persze nyilván nem fog, uh-huh. De most ezzel én így nagyon jól el vagyok. Nem tudom, miért van ez. Túl jetlag magad. Hát ez a jetlag. Tegnap aludtál nap közben? Nem, semmit. Nem. Igyekeztem figyelni arra, hogy pont ne aludjak semmit. Na mindegy, gyerekek, nem is érdekes, csak el akartam mesélni. Negatív jetlaged van. Negatív jetlagben vagyok, ez milyen izgalmas hangzik, így igen. Van már egy közlekedésünk, Veszprém után 8-as úton, Csebánya, van ilyen? Két őz elgázolva az úton, az úton menjen mindenki óvatosan, vagy vezessetek óvatosan. Mit nem csináltok, amit akartok nekem, minden, csak hogy ott vannak az őzek. Nem tudom elolvasni. Mm. Látni nem látok, hamar itt vagyok, de nem látok. Igen, még a betűk nem mennek át. Igen. Ősz van, ilyenkor indul ugye a kis őz kiugrás az utakon, ebbe a jó kis ködbe. Igen. Úgyhogy tessék erre odafigyelni. Ugrálnak azok mindig valószínűleg, csak most nehezebb látni őket. Nem? Nem ugrálnak annyira, mert ilyenkor van az üzekedési időszak. Aha. Ha? Ja, üzekednek. Persze, ilyenkor. Bujákodnak, érted? Oda teszik magukat, jönnek a bikák, bőgnek, a kis tehenek meg mennek a bőgésre. Az minél érdekes, hogy Kolumbiában, hogy ugye ott rengeteg kóborkutyus volt, meg ilyen. Hát a fene se tudja egyébként, hogy kóborok voltak, mert igazából olyan volt az embernek az érzés, mintha minden kutya mindenki lenne. De hogy emlékszel, hogy gyakorlatilag az út szélén sétálgattak a kutyusok, egyik sem ment ki, annyira hozzá voltak szokva, nem igen, megtanulták. Hogy belenőttek volna, beleszocializálódtak volna az írtozatos forgalomba, és egyáltalán nem mentek ki az útra. Állandóan rinyáltunk az első néhány napban, amikor láttunk az út mentén kutyusokat. Hogy csak ki ne menjen. Aztán hozzászoktál a gondolatot, hogy ezek a kutyák nem akarják elütetni magukat. Nem, ezek ott áldogáltak, igen. De amikor láttad, hogy megnyomta a lámpánál a gombot, hogy át akar menni, nem volt lámpa. Nem volt, sehol nem volt egy. Hát mondjuk a Doradában volt talán 2 darab zebra. De senkit nem érdekelt az életet. Nem felfestették. Tehát, hogy igen, véletlen nem felfestették. Nem is értem, hogy mit keresztül. Keresztül mászkált össze-vissza, tehát, hogy ilyen teljesen értelmetlen volt. Igen. Más a közlekedési kultúra arra felé. Más. Nagyon más. De érdekes, hogy attól függetlenül, hogy totálisan kaotikusnak tűnik kívülről, sokkal toleránsabbak, sokkal türelmesebbek a sofőrök, mint itt. Tök más a stílus, tudod? Ez olyan, mindig Olaszországot szoktam mondani, hogy aki kimegy vezetni Olaszországba, azt gondolja, hogy ez egy átláthatatlan rendszer, mindenki dudál. És nem azért dudál, mert haragszik, ő jelzi, hogy jön. Igen, jel, akkor ugye kisen dudálósak egyébként. Előzés után megköszöni, elengedi. Köszönés, így van. Akkor is dudál, fárasztó egyébként dudálnak. Egyébként itt a dudálás egy picit olyan, mint az alfásoknak a köszöngetés. Tehát, hogy gyakorlatilag az is Kolumbia. Nem, hanem az, hogy mindent megköszönnek. Tehát, hogy állandóan dudálnak, igen, borzasztó. Picit lefékez a szemben lévő kamion, hogy elférjen mellette. A pikápos dudál ez, dudál az, oda köszöngetnek egymáshoz. Marha udvariasak. Tehát, hogy így látszik rajta, hogy egyfajta előzékenység. Nem is működne másképp, mert néhány utca olyan szűk, hogy alig férnek el egymás mellett az autók. Tehát, hogyha állandóan nyajázás lenne, meg kiugrok az autóból, szétütöm a másikat, tehát akkor gyakorlatilag senki nem jön sehova. Folyamatosan.
Jó reggelt, november lehúzott ablak, üvöltő majka, csúcson túlszól az autóból, Balázsik visszatérve lehet tenni szebb a hajnal, kellemes pispénteket mindenkinek. Dávid küldte nekünk, srácok, de jó hallani titeket, le vagyok tiltva, kérdezi Gyula, nem vagy? Jani, még az 50-es villamos is hallotta az őserdőben. Aludtál szállodába tegnap, voltál? Tegnap átmentem. Hol voltál? Itt Stéhen szemben van egy ilyen jó kis szálloda, és akkor ott ki tudtam. Ahol topless bár volt régen? Nem, visszafelé. Igen, ott visszafelé egy kicsit lejjebb följebb. Majdnem, majdnem szembe velünk, nagyon kedvesek, aranyosak voltak, egy 3 órára le tudtam dőlni, aztán mentem tovább a fontos dolgok irányába. A toplessbe is jó lett volna aludni. Az jó, ott van valami toplessbár a sarkon, Sánc utca, Mészáros utca sarok. Ott van egy nagyon híres, régi, nagy nightclub. Hát most nem tudom, hogy üzemelet, de az régen egy nagyon patinás kis klub volt. Voltam ott párszor. Aztán hazagurultam, tehát ez a sötétbe jönni, sötétbe menni azért elég, ez nagyon elég érdekes volt. Hazagurultam, aztán kb. 3 órán keresztül pakoltam otthon. Tehát, hogy egy abszolút én még mindig bőröndökbe, én még mindig cucc, én még nem szántam rá magam. Kipakoltam, most így akkora ilyen szennyes hegy van otthon, hogy ez olyan félelmetes. De ez tök jó volt, hogy így takarítgattam így ki a bakancsokat, és akkor így mondtam Móninak, hogy érdekes volt belegondolni, hogy az a sár, ami még benne van, az egy pár ezer kilométerről arribról származik. Igen. Eltüntettem belőle a maradék is. Nagyon, nagyon ott vagyok még én is. Azért ez az egy hónap ez hosszú volt, nagyon én rájöttem. Sok, szóval én annyira sok. Nem találom még a helyem, hogy csak ilyen hát keresem a kapcsolatot így a hát gyerekekkel, az magammal. Elég rendesen. Nagyon kimos, és ez már azért hosszú idő. Tehát ez nem egy olyan, hogy 10 nap hazajössz, nyaralás volt, hogy csak hú, de jó lenne visszamenni, hanem egyszerűen így érzem, hogy nincs meg a ritmus. Hát egyrészt nem nyaraltatok, másrészt igen. Ugye rohadt hosszú idő volt. És nincs szóval időd, nincs időd feldolgozni, tudod? Tehát azonnal bejössz munka. A gyerek már mondta, hogy akkor hozzak búbuteát, meg hozzak krisnaskaját, meg hozzak ezt, meg rántott egy pillanat. Igen. Leadta a bevásárló listát. De nagyon. Én is majd, ha találkozom a barátaimmal, meg kicsit elmegyek szaunázni, meg az egész rendszer úgy megjön, de egyelőre csak kóvájgok. Tehát, hogy így nagyon-nagyon önmaga vagyok. Önmaga árnyéka vagyok. De ez nem panaszkodás, senki ne értse félre, csak mondom, hogy azért így egy hónap után nehéz visszaállni, és nem is adtunk magunknak időt. Sokat segítesz, hogy már egy, ahol neked van egyébként elsőséged, ott majdnem előtt egy autó, rád tud elküldni. Jó, hát az... Tehát, hogy ezek azért nagyon sokat segítenek az embernek, hogy újra klimatizálat, hát ugye gyorsan megszokja. Párizsban elszívtam egy cigit. Bűnöztem, én kint dohányoztam, sajnos. Én cigiztem kint, nagyon jól esett. Ja, tényleg, mesélted a gettót? Nem, most akarom mesélni. Párizsban voltunk a csak hogy milyen magyar élmény van. Már ott visszarázott, egy nagy darab csáv, hogy oda dohányzik, látom, kiszúr, tudod, dohányzóba bent, Párizsba bemész, hát tudod, ezek vannak ezek a reptéri dohányzók, egy gettó. Az, borzasztó, szörnyű, de mondom, ide be kell menni, ezt meg kell tapasztalni. Így megálltam előtt, és így néztem, mondom, basszus, nem hiszem el, és vagy, nincs benne olyan elszívás. A társadalom számkivetettjei, dohányosok. Igen. Van egy ilyen luk, ami úgy néz ki, mint egy akvárium, bent áll 30 ember, mint hogyha középen valami tűzégne, vagy valami, és fújják egymás arcába füstöt, alig lehet látni, de én kint leültem, és vigyáztam a csomagokra, és így néztem kintről, hogy úristen, ez megéri. Az egy büntetés. Büntibe vagy. Azt nem érted, hogy miért nem csinálják azt meg, mint Pesten, ugye a budapesti reptéren. Az van, hogy ki tudsz menni a szabadba, igen, onnan nincs. Már nem tudsz ugye sehova menni, tehát nem, nincs meg az esély, hogy valaki belóg, de a legtöbb reptéren ez van, egy üvegkalit. Borzasztó. Bemész, és állsz a rohadt büdösbe. Még nekünk is büdös, de bemegyünk. Bementem, én is mondom, az utolsó cigit ott elszívom, és lerakom. Én soha nem szoktam rá, de ott kint úgy valahogy jól esett néha elszívni egy-egy szállat. Jön a csávó. Hallod? Hallod. Jaj, ismerlek. Adja már tüzen. Van tüzen. Így. Mondom, Isten hozott. Ez már fél lábbal otthon vagyok. Mondom, de hiányzott ez. Már fél lábbal szinte otthon vagyok. Adja már tüzen. Van tüzen. Elmondom, figyelj, nem találom, nincs tüzem. Sem fogok adni arra. Kellemet elbeszélgetünk, még odajött, mikor csomagokat vártuk akkor is. De hogy ott már az visszaránt egyből tudod. Már egy-két magyar a gépen, azért ott már tudod, hova jössz. Bocsánat, kicsit részek, hogy bejövök rúgba, ne arra ugyan, de Peruba voltunk, Peruba voltunk. Pertuból jöttünk, hallom, te hol voltad, láttam, néztük az elején, elmentünk Peruba. Van egy cigit? Tökéletes ismert. Mondom, hát még mindig. Tüzed van? Nem, mondom, az sincs, hagyjál már, tudod, aztán utána lekopott, de hogy tudod, ez így azonnal így. 20 órája vagy úton is, hogy pont nem hiányzik. De úgy visszajön, tudod. Úgy megvan. Igen, megjössz azonnal. Megvan. Aztán még a gépen is megtalált minket. Aztán még a gépen is megjött, engem még a csomagoknál is megtalált, hogy mondjak fel a húgának valami üzenetet. De látom, Téged szoktak lenni öltön és villamoson. Mondom, hát vannak még így egy páram. De az mondjuk menő, akkor ő is villamosozik. Hát az jó. Nem mennem annyira menő, mert ezek szerint Lőrinci vagy. Hát meg lehet, hogy ő úgy látja, hogy autóval megy a villamos mellett. Ja, és tényleg, csak és látja Janit, igen. Na, szóval, igen.
Balikit ugyanúgy csinálta, de a Wim Hof tusolást neked köszönhetem, én is elkezdtem egy hónapja. Hát hogy én nem csak én csináltam, Jani is csinálta. Jani is rászokott, állózuhany volt, végre igen. Volt állózuhanyom. Nem volt meleg víz. Meg sokszor egyébként nekem nem is jött mindig meleg víz, vagy barna cucc jött a vízből, vagy a tusból, úgyhogy én nagyon nyomtam. Ugye, egy négy nap után mondtam is Balázsnak, hogy most ráállok akkor én is erre a dologra. Hát ugye nem volt nehéz, mert ugye a 35 fokban meg abban a páratartalomban az még jól is esett, de azért reggelenként nec volt, de ugye 3-4 nap után tökéletesen átálltam, és meg úgy is csináltam, hogy úgy szoktattam magam hozzá, hogy átállítottam, ugye teljesen áthúztam ugye a hidegvízre, és automatikusan mindig, amikor ránéztem a csapra, láttam, hogy el van fordítva, akkor ja, végén Wim Hof, ja, Balázs, ne. Oké, kinyitottam, és utána egy idő után olyan szinten szoksz hozzá, én ugye adás után is mindig vagy adás előtt is mindig közvetlenül lezuhanyoztam, ezért jöttek rám a bogarak valószínűleg, és bent ott a táborban, ebbe a basecampbe nem is volt egyébként meleg víz. Tehát, ott egyáltalán a szeges táb az a 30 napig nem fűzött meleg, volt víz, sem meleg, sem ablak se volt a szállásra. Az, volt. Az eső eleget. Nem volt ablakuk. Igen. Nem volt ablakuk. Egy ilyen, betekered magad egy ilyen hálóba, úgy nem alszol. Nincs a ablak. Nem volt, nem volt ablak. Illetve hát van olyan ajtó meg, de hát hogy az illesztéseknél vannak problémák, tehát hogy ott ők teljesen másképp építkeznek, mint mi, és azért nem volt ritka az, hogy itt valaki felkelt, aki megdörgölt a szemét, és ott volt egy nyílméregbék a szembe vele a falon. Tehát, hogy így iszonyat. Igen, láttak nyílméregbéket. Mit csinálsz? Jöttek, mentek, kihesegették, meg volt, amikor megvártak, amíg elugrál, de... Kár, hogy nem fotózták le, akkor nem volt. Volt nyílméregbék a fotó? Volt, igen. Fekete sárga, nagyon szép kis béka volt. Hát na, mindegy, nem, igen, senki nem akarta megcsokolni, hogy hát a királyfia változik. Volt egy rakás skorpió is, tehát hogy ott kisbe mászkáltak egyébként. Gyakorlatilag ez egy teljesen nyitott tábor volt, valamennyire védte az embereket ez a fajta ilyen moszkitóháló, amiről Balázs is mesél, de egyébként simán benne volt a pakliba, hogy ugyanaz, amit Ausztráliában szoktak mondani, meg csinálni, hogy nézd bele a papucsodba, hogy van-e benne valaki, esetleg egy új lakó, az itt ugyanígy megvolt. A pszichológus nőt megcsípte egy skorpió. Volt ki, ugye, pszichológus a csapattal. Igen. Mi, hogyha valaki összeomlik? Hát, hogyha valaki a stábból nem bírja a bezártságot, a monotonitást, vagy a szereplők közül valakinek szüksége van, ez kötelező. Ha orvos, pszichológus mindig van. Ha van szüksége a Balástól, akkor tudjon ki ezt. Mondtam, hogy természetesen segítek neki nagyon szívesen. Ha nehéz feldolgozni a körülményeket, akkor Balázs segít. Jó, hát nem volt túl elmélyés a pszichológus nő abból a szempontból, hogy látta, hogy van egy skorpió a cipőjéverve, újjal megpróbálta kipiszkálni. Na, ügyes. Jó. Ő ez az embere. Ez az MK túlzott iskola, hogy... Mert másnap úgy nézett ki, mint egy amerikai focista, annyira feldagadt mind a két válasz szegénynek az ellenanyagoktól, hogy ilyen rögtön ilyen kicsit teltásabban változott. Azt nem tudom, hogy stáb legenda volt-e, vagy igaz, de állítólag lelki segítségre volt szüksége, hogy feldolgozza a csípést. De ez lehet, hogy csak egy rossz indulatú plegyka volt, de én ezt hallottam több helyről, hogy kért segítséget. Nem, felhívta a Frenélyes Karcsit a Skorpióból. Én gondoltam, hogy szívesen beszélgetek vele, átviszem ezen a lelki traumán, mert hogy nagyon megrázta azt, hogy megcsípt egy skorpió. Hát mondtam is neki, hogy mondom, félj, benyúsz kézzel. Tudod, hát, hogy a skorpió cipőt, és mit várt, hogy köszön. És fogsz akkor egy botot... sírva, és saját magával beszélgetett, hogy feldolgozza az élmény. Ez már lehet, hogy csak a stáb legenda, tudod, mire eljutott, ja, már megcsípte a pszichológus, persze. Mire hatszó hallod, már az jön, hogy már lelki segítségre van szükség. Ezt én nem tudom, de ezen úgy felröhögtem, mondom, ez poja, ha nem, ez vicces. És volt egy... dolga egyébként a stábból, volt, aki fordult hozzá? Hát figyelj, én nem tudom. Nem nagyon mi, csak szerintem ott volt biztonság. Mi azért ezt elég erősen mentálisan lehoztuk, a többiek a celebek, de nem vagy nem talán. Hát a celebeket se tudom. Hát nyilván lehet, hogy be kellett párszor bennie, de nem gondolnám, ez csak inkább előírás, ilyen biztonsági előírás, bárki. A celebek között azért voltak ilyen finom recsenések, de szerintem a stábból nem. Nem, mindenki szépen lehozta ezt, igen. Érted. A csípés után önmagával beszélgetett, azt írja valaki. Igen, de hát volt érdekes volt. Na, azt mondja, hogy Balinak egy hét kell, hogy rájöjjön, nem is a saját bőröngyét vitte haza. De higgyetek el, ez a sajátom. Kolumbiából nem akarsz más bőröndöt hozni. Bizony. Örülsz, amikor felszállsz a repülőre, hogy már gurulsz a kifutón, mert addig zapszem se fél a seggedbe, hogy nehogy bármit találjanak, úgyhogy a saját volt az egyébként, igen. Na, de visszatérve csináltuk a Wim Hof tusolást, igen. Megnyomták a gombot, hát meg is nyomták azt az ominózus gombot, a pszichológusnő is megnyomta, igen. Érdekes egyébként, ha elkezded, akkor egy idő után hiányzik a tusolás közben, hogy hideggel fejezd be, egy hiányérzet alakul ki, hogyne? Ez abszolút így van. Ezt mondtam, nagyjából egy hónap, 3 hét, mire rákattansz, utána soha többet nem fogod abba hagyni. Nagyon addiktív, mert egy csomó vegyületet felszabadít. Tehát az addikció itt valódi vegyület formájában jelenik meg. Fölszabadul egy csomó örömhormon. Akkor örülsz, amikor vége van, elzártam a hideg vizet. Kettő, hogy olyan rajta. Szinten sokkolod a testedet, ami nagyon sok mindent szabadít fel, és ez hiányzik maga az érzet. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kis dolog. Erre mit látok, Froder Fecódál visszafele a gépen? Wim Hof. Wim Hof, igen.
Wim Hof könyvet, csak így mosolyogtam, mondom. Fecó, nincs mit fecó. Nincs mit fecó, elmormoltam, mondom, nagyon szívesen neked is, mondom, óriás nincs ezzel, nincs mit, nagyon szívesen, láttam, mondom, kérdeztem, csinálod? Nem, még csak most olvassam, mondom, csináld. De a táborban nem vihette be, ugye? Tehát, nem, ott egyetlen könyv volt tüzelőgyanát. A Balázsok a szigorúan bizalmasnak. De ezek, nem tudom, ezek körbejáratták a könyvemet. Igen, az volt, és azt mindenki olvasgatott belőle, valaki hamar feladta. Valaki, de nem tudom, hogy, nem tudom, ki vitte be először. Hát szerintem a stáb. A Vecának volt egy napi betevő stáb, szerintem a stáb csempészte be. Biztos, hogy ők nem vittek könyvet. Igen, mindenki vihetett egy személyes dolgot. Nagyon sok volt a nedves faj, és az nem gyullad meg olyan jól. Mint az a könyv. Nagyon nincs időd ott benne olvasni, de ezek körbejáratták a könyvet. Hát most van ilyen csupi. Hát ha az van ott, érted, ha a Bibliát, akkor azt olvasni. Hát, ami van, ami jutott. Mit csináltak ők? Miért ne lett volna idejük? Nem mondjátok már nekem. Hát ott inkább, egyébként igen, van idő. Elmentek, amikor vittétek őket izére különböző feladatokra. De kicsit túl sokat is feküdtek, igen. Igen. Ugye? Hogy, na. Aztán István kérdezi, hogy miért volt a tábor felett tető. Hát annak nagyon egyszerű oka van. Az, hogy várjál, most. Hogy pár köbméternyi víz naponta leesett, és ezért. Tehát igen, azt nem tudod velük azért megcsinálni, hogy tető nélkül rakott ki őket, arra akkor nem jönnek el. Nem tudjátok elképzelni. Tehát azért az emberi méltóságot nem tudod elvenni tőlük. Tehát, hogy itt minden nap esik. Így is áztak, fáztak, húzták össze az ágyakat. Tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy figyelj, tetőt se kaptok. Olyan szintű mennyiségű eső esik le egy óra alatt, mint itt nem tudom, három nap alatt, arra nem szárad meg a cuccuk, nem tudnak aludni. Tehát azért ez nem egy túlélő tábor. Akik szállodában laktunk, és nyilván rendszeresen tető volt a fejünk fölött, nekem még mindig nem száradtak ki a bakancsaim. Tehát, hogy most képzeljétek el már azt, amikor ők ott reggeltől estig kint vannak a szabadban, gyakorlatilag mindenkinek szinte rohadt rajtuk a ruha. Tehát még így is, hogyha most telibe kapták volna még az esőt, akkor aztán végképp. Mert iszonyat, és tényleg ez a páratartalom, ez olyan volt, hogy semmi túlzás nincs benne, hogyha ha kimostál valamit, az a két-három napon keresztül száradt. És akkor se lett akkor száraz. Sem lett egyébként száraz. Emlékszem, amikor kimostátok a ruháikat, itt az utolsó egy hétben volt egy ilyen, és akkor visszaküldtétek a tiszta ruhát. Igen. Hogy nem hitték el, hogy ugye? Végre nem penészes. Igen, hogy kapnak tényleg. Volt neki penészes, no, Vanda mondta pont, hogy penészes volt a melltartója, amikor elküldték. Igen. A Dzsungelboltban vették a könyvet. Gyerekek, köszi, legalább ti tudjátok, hogy mi történt a műsorban. Ez nagyon rendesek vagytok. Hát tényleg fogalmam sincs, hogy került ez a könyv. De akkor azok a Dzsungelboltban vették. Mindenre is emlékezhetünk. Igen, kaját vették volna. Igen. Jani kinyert a fogyási verseny. Nekünk ugye volt Mónival ott egy fogyási versenyünk. Na, és ő nyert, és meg is kapta tegnap este jutalmát. Az egész utca azt hallgatta. Nem, a 16 darab ranira gondolom. De aranyos egyiket. Tegnap pont mondta, hogy tök jó, hogy lefogyott 2,5 kilót, mert hogy nem nagyon evett desszertet, meg édességet, amíg én nem voltam itt, mert nem láttam elve. Erre hazajövök gyakorlatilag 20 kiló édesség. Két nap alatt vissza fogja hízni. Igen, jól van, gyerekek, oké, megyünk akkor. Ma amerikai választásokra nézzünk majd rá egy kicsit, hogy mi a helyzet itt a félidős szenátusi választásoknál, hogy mi a helyzet. Tudjuk, republikánus áttörés megtörtént, demokraták vitték mindent, nem? Vagy én nem tudom. Na, végül nem varázsolt Óz, tessék, ebből próbált kitalálni. Akkor szerintem nem történt meg a republikánus áttörés, amit a Trump előre jelzett, de majd mindjárt egy kicsit megnézzük ezt is. Továbbra is hirdetokszom vagyok, úgy... Komolyan? Jól csinálom. Semmit. Én visszafolytam. Sehol semmit. Azt se tudtam. Egy dollárra néztem rá csak. Jövünk a hírek után, gyerekek. Lehet jelentkezni játékra. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Novemberi. Hello, hello. Csütörtök, gyerekek. És nem egy időjárásunk. Nem lesz eső. Mondd is akkor. Nem lesz eső, most olvastam, hidegfront érkezik, amely szétcsapja a felhőzetet, és nem lesz állítólag eső. Ne csinálj, nagyon jó, köszönöm. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Nagyon jó. Azt mondja, hogy igen, oké. Jó. De rendben. Ezeket úgy szeretem. Elolvasok egy SMS, csak közben azon gondolkozom, hogy beolvassam-e vagy nem, de közben rájövök, hogy nem. Viktor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, hello. Hello, Viktor, honnan hívtál minket? Jelenleg Budapesten vagyok, de amúgy Székesfehérváról. Ez az egy gyönyörű hely. Az. Nagyon jó. És mit csinálsz egyébként csak úgy? Csak úgy szállító vagyok. Szállító. Van egy ilyen film, igen. Igen, ez a szállító, Jason Statham. Igen, és mit szállítasz egyébként?
tejterméket. Tejterméket szállítasz. Mm-hmm. Aha, nagyon-nagyon jó. Aha. Jól van, kivel játszanál? Kit választottál? Jánosra. Na, hát régi, persze. Teljesen így van, Jesus Tatum Light-tal játszik. Jesus Tatum Light-tal. Ha már szállítok, akkor legyen egy kicsit kopaszja. Így van. A Wish-ről rendel Jesus Tatum. Ugye? Igen. Amire nincs garancia. Igen. Te ez még megy az a Bencének, ez a műsor, ez még megy? Gondolom, hogy szerződés van róla, nem, hogy X-et meg kell csinálni. Okulásképpen ismétli. De igen, ez, bocsánat, csak ez a tehetségelső látás, hogy ez még működik, vagy ez még van, ez létezik? De van, 19. Van, vasárnap 19 óra. Viktor, jó van, bocsánat, csak közben megy a tévé nálunk, mehetünk akkor? Felkészültél a játékra? Próba cseresznye. Jézusom, na ezzel most... Kevés lesz, no. Viktor. Ezzel telibe vertél, ezzel most hátba támadtál a próba cseresznye. Be vagyok rozsdásodva, úgyhogy lehet, hogy lenyom. Úgy gondolod? A próba cseresznye az... Próba. Próba. Jó van, Viktor, na játsszuk. 3-2-1, tessék. Na, kérdezz nyugodtan, ha akarsz. Vagy kérdezhetek én? Persze. Szereted a tejet? A tejtermékeket? Amiket szállítasz? Talán. Postoltad már őket? Inkább már csömöröm van tőle. Csömör? Akkor ezek szerint kóstoltad. Jól hallasz. Kérdeztem, hogy hallasz-e? Válaszoltam. Ja, kedvenc tejterméket. Túra, Rudi, szereted? Vagy a joghurtok? Másik cég szállít. Másik cég? Igen. Aha. Jó, de jó. Végre, jó, de jó. Viktor, köszi. Nagyon köszönöm. Jó, de vártam. Nagyon köszönöm, mert történik valami. Nekünk kellett volna azt mondani, hogy ez ide kevés. Igen, ezt nem adtuk volna meg, Viktor, egyébként se. Tehát ez maga volt a bődületesen passzív játék. Az elmúlás a halál egyben. Ja, Viktor, de ez borzasztó, Viktor, volt. Nem adtuk volna meg, ne haragudj. Köszi a játékot. Nem haragszom, kösz. Ciao. Szia. Púha, azt gyerek. A mindenségét. Anna, ő hogy ment át? Most már azt fogja mondani, hogy amikor vele beszéltem, akkor még olyan gyors volt, olyan flott volt, olyan szexi volt, olyan jó volt. Ő sose volt az. Én is azt gondolom. Soha büdös életben nem volt az. De hál' Isten, ki is mondta, így legalább nem nekem kellett volna elvenni, de már nagyon készültem rá, hogy... Hogy igen, köszönjük, hogy ezt semmiképpen nem adjuk meg. Tehát ez megadhatatlan lett volna. Mi újság, Anna? Nem, hogy bocsánat, később ér hozzám az adás, mert a konyhában voltam, hogy ment át, ugye kérdezte fel. Hogy akkor még jó volt. Normálisan beszélgettünk, én szerintem a nagyságotoktól a hallgatók sokszor úgy vannak, ja, megilletődnek tőletek. Jó. Igen, egyébként egy beszédes, aranyos srác volt. Tejtermékeket szállít, elcseveréztünk, mikor kelt, házat újítanak föl, ez se derült ki. Na. Várta a játékot, Janit nagyon szereti. Nem úgy szokott lenni, hogy azok, akik nagyon pörögnek veled, azok itt játékban nem annyira? De én nem tudom, van, amikor meg most például beszéltem egy másik Viktorral is, most két Viktor jelentkezett, és ő beelőzte a másik Viktor, de ő is nagyon beszédes volt egyébként. Ő tudod, otthon mi van? Van. Lehet, hogy kifáradnak a veled való beszélgetésben, túl sokat beszélsz velük. Lehet, de ha meg nem beszélek, akkor nem tudom, hogy milyen, tehát hogy nem tudom, adjál tanácsod, Balázs. Nem tehetsz róla. De nem mentsél föl, nem, én vállalom a felelősséget. Ilyenkor és nincs ebben felelősséged. Hát, de ez olyan rossz, tudod, hogy nem úgy sül el egy játék, hogy olyan sok a jelentkező, és akkor ilyenkor, érted, olyan rosszul érzem tőle magam. Hát meg tudod, mire adásba kerül, még itt van, tényleg izgul egy kicsit, vár egy kicsit. Igen. Nem lehet ezt kiszámolni. Kegyetlenül megvágtuk volna a passzivitásért, tehát igen, nem baj, hogy ő ezt kimondta. És igazatok is van. Alud tejet ivott, lehet ez a kedvenc termékei valaki. Igen. És ehhez képest nyert. Ja, és van egy plusz nyereménye, azért ezt megmutatjuk, hú, hát akkor ezt odaadjuk azért. Az ön nyereménye egy 30 000 forint értékű ajándékutalvány a szerelvénybolt.hu jóvoltából. Na hát, ha építkezik, akkor ez a legjobb ajándék. Na, akkor ez tök jó, akkor legalább jó helyre megy. Menő. Jó helyre megy, gyerekek, lesz legós játék, még nem kell jelentkezni, nyugalom, még ne küldjetek Harry Pottert, ne küldjetek Legót, lehetőleg ne küldjetek semmit. Jó, az a legjobb, ha nem közlekedés. Ha van közlekedés, az küldjük. A témához se szóljatok hozzá, ne is írjatok, ma ne csináljátok semmit, csak hallgassátok a műsort, nem kell csinálni semmit. Ma semmire nem vagyunk kíváncsiak igazából. De egy közlekedést küldhettek, ha akartok, de még nem kell elküldeni se az, hogy Harry Potter, meg Lego, meg Roxford, semmit ne küldjetek. Jó? Na kérem szépen, hát amíg ti azért odakünt garázdálkodtatok és celebeket próbáltatok sarokba szorítani, ide-haza is zajlott az élet. Na ne csinálj, mi zajlott? Na mutasd.
Azt a mindenit, tudom már, mi lesz az. Tessék. Én arra már fel vagyok készülve. Akkor hagyjam nem, még? Ad csak ide, felolvasom, vagy megnézem. Hát nem tudsz nagyon rajta mit felolvasni, csak hogy lezárult egy történet, egy fejezet. Azt a mindenségét hosszú hónapok neki. Után. Forgalmi vizsga minősítő lap, Rákóczi Ferenc, na. Sikeres forgalmi vizsga. Aláírás, vizsgázó aláírásról, forgalmi manőverezési feladatok, haladás, sebesség megválasztása, lassítás, megállás. Azt a mindenség. M betűs. M betűs, az igen, mit jelent, hogy M megpróbálhatja újra. Nem, megfelelt. Megfelelt, így van. M, 1 és F. Mi az F? Fogalmas így. Fuck az egy a gyere még egyszer, igen. Az M meg a megfelelt, igen. Kérlek, nagyon szépen, hát elindultam az úton, ugye követtétek végig az eseményt, és amikor kimentetek, akkor ott tartottam, hogy ugye megcsináltam a rutin pályát, rutin vizsgám volt. Igen. És akkor utána el kellett járni forgalmi vezetésre, óriási egy ilyen füles teszel be magadnak, begyűrközöd a füle, leragasztod be a sicsak alá, és jön a csávó utána, és mondja, akkor most forduljanak jobbra. Így kellett menni, sok-sok órát elviccelőztünk az utakon, megcsináltunk mindent. Nagyon menő. Kellett. Nagyon menő. És most hétfőn, de mondom, nem is rakom ki, hogy megtartom ezt nektek, magunknak ezt a kis örömet, hogy egy álom beteljesült. És akkor most teljesen kész vagy, akkor megvan? Teljesen hát megvan. Motoros jogsid van akkor. Nagyon igen, jó. Igen, nagyá, szuper. Nagyá? Nagyá. Akkor ráért. Mint a fogorvos. Lelóg a papír. Az nagyon menő. Hát akkor még idén motorra pattansz? Hát figyelj, ez az időjárás azért. Mondjuk ez már nem az. Nem feltétlenül kedvez ez már nem neki. Az. Bármilyen tegnap volt. Na most két dolog van még. Egy, bele kell iratnod ugye a jogosítványodba. Igen. A dolgot. Egy, meg kettő, venni kell egy motor. Tehát, hogy még ez a kettő, ez hiányzik, de elindítottam a izét. Képzeljétek el, az van, hogy bemész az ügyfélkapura, akinek van jogosítványa, és a jogosítvány kategória bővítést, azt ők látják, hogy te levizsgáztál, és két kattintással kiküldik a jogosítványt. A szuper, úgy, hogy milyen kultúrája. Olyan menő az ügyfélkapu, nem akarom halálba dicsérni, mert biztos mindjárt hát, megírjátok. Erre találták itt, tehát, hogy ez legalább ez működik. Hogy nem kell bemenni kormányhivatalba, nem kell sorba állni, fényképet kérnek, van egy applikáció, hogy ugye nekem régi a viszonylag régi a fénykép, és akkor ezt ő azonnal látja, hogy régi fénykép van a jogosítványodba, csinálj egy újat. És van egy azonosítási folyamat, mobiltelefonnal otthon lefényképezed magad, beküldöd, és ráteszik a jogsíra. Tehát már az újat úgy kapod, hogy új fényképe. Hogy az új fényképe. Nem érsz róla, hogy Ferenc, ön sokat öregedett az elmúlt 10 évre. Kérem, csináljon új fotót. Hát gondolom, hogy van egy időlimit, amibe bele kell, hogy férjél, tehát ha mondjuk tavaly előtti a jogosítványod, az még egy jó fénykép. Az enyém 140 aha. éves fénykép van rajta, azt ő látja, hogy mikor adták ki az utolsó jogsidat. Full profi. És akkor azt mondja, hogy ez egy régi kép, tehát te valószínűleg 10 év alatt változtál, legyél olyan kedves, csináljál meg egy nagyon új, profi. Hogy hívják az. Óriási. Akkor tavasszal indul a motoros karriered. Biztos is. Amíg el nem ütnek, persze, de nem ne üssenek. Igen, majd vigyázunk, meg reméljük, hogy vigyáznak mások is. Akkor az első jó idővel itt halljuk, majd már reggel, hogy megérkezel. Itt fog bőgni a gépállat, érted? Azt fogod látni, hogy keresztbe állok a garázsod előtt. Egy kerékkel, első kerékkel jössz hát majd. Hát az még nem, én félek, hogy az nem az én világom. Az, ha már egy kerék, azt láttad most, hogy láttátok azt a videót, amit a budapesti autósokon osztottak meg? Nem. Kint vidék, megy a csávó autóval, megelőzi két Easy Speedy González motoros, látod, hogy már izében vannak, Győrben vannak Budapestről ennyi idő alatt. Az egyik elkanyarodik, és a csávó a egy motoros marad az autós előtt, és lassan megy, meg akarja előzni. Egy kerékre kapja a motort. Az agymenő, érted? És úgy kezd el egy keréken elmenni az autós előtt, aki őt épp előzi. És minden elütötte? Vagy nem ütötte el szerencsére, no, de Atya normális. Akkor ötlet. Tehát, hogy hát tudod, hova kell fejlődni? Hát ez azért jó ilyen videókat nézni, tudod, hogy ez a következő lépcső. És ez már bármekkora motorra jó, kérdezi valaki? Ez bármekkorára. Tehát ez mindegy már. Én nem akartam ezt végigcsinálni, hogy, mert ugye ezt mindig mondják, de azért találták ki, hogy ha valaki mondjuk 14 éves, akkor lehet segédmotoros. Ha 16 éves, akkor lehet neki A2. Ha 18 éves, és 22 év fölött, na én már jóval 22 év fölött vagyok, tehát nem nagyon láttam értelmét. Akkor már meg kell csinálni maxot. Akkor már legyen a max, és akkor majd meglátjuk. Veszek egy Simpsont 50. Nagyon Simpsont menő. Na, hát ez egy újabb fejezet. Ja, használd egészséggel akkor. Vigyázzál magadra. Nem használ semmire, vezetést. Sok a hülye, tudod. Tehát igen, és én is az vagyok, úgyhogy hát ha összetalálkozunk, akkor megoldjuk, vagy megúszuk ezt tök a dolgot. Hangzik. De engem pont arra képeztek ki, hogy így volt az első óra, hogy mindenki ellened van az úton. Ez aki motorozik, az ezt mondja, igen. Igen, nézzél körbe, mindenre figyelj oda, és legyél okos, hogy ne kerülj be ilyenbe. Biztos, hogy engem is el fog kapni majd a
Kicsit a gépszíj, ezzel a motorozással, de meglátjuk. Na, csak mondom, nagyon megosztom. Nagyon jó. Menünk. A Jackie már megvan, kérdez valaki. Hogy... Micsoda. Azt fogadjuk, hogy a Jackie már megvan. Az az első. Júniusban megvettem, tesó. Micsoda. A komplet felszerelés az megvan. Még motor se volt, még jogsi se volt. Semmi. Hát a teljes felszerelés már megvolt. Már az összenéztem a Bird Jackie színét a sisak színével. Hát a fontos dolgokkal kell foglalkozni az elején. Na jó, van, hát szóljál, akkor megvan a moci, és akkor meg... És mehetek Alekoszhoz én is tüntetni. Ja tényleg, ahogy mentek a motorosok, illetve pontosabban nem mentek. Na, jövünk mindjárt vissza, és megbeszéljük egy kicsit a Liu testvéreket, gyerekek. Hát ezt most mint az elmúlt egy-két napban elküldtétek nekünk. Többenet. Nekem képzeld el, hogy nem, egyáltalán nem. De akkor majd... Hát... Én tökre értem, de majd megbeszéljük, hogy az ő országváltásukat, és... A tiszta sor, de ugyanakkor meg valahol, tehát, hogy ők a mi hőseink voltak, tudod? Tehát, hogy mindig én nekem képzeld el, mert semmilyen nincs. Nem? Nem, abszolút nem. Én nagyon sajnálom minden egyes profi sportolót, aki egyébként világnagyság, aki egyébként a dicsőséget hozott Magyarországnak, hogy nem azt mondom, hogy nem sajnálom, nincs benne semmi megdöbbentő, nincs benne semmi váratlan, nincs benne semmi, amit nem értek, nincs benne semmi, amiben nem kérdés, hogy miért nem mennének. Tehát, hogy abszolút, abszolút nem sajnálni, emberileg sajnálom persze, hogy a short track-eket ezentúl nem magyar himnusszal ünneplik, hanem kínaival, de egyébként meg tökre megértem, hogy mi történt. Vagy elolvasgattam egy pár cikket, és így rájöttem, hogy én ezt értem. Nekem ez se erkölcsi, se ideológiai, se semmilyen problémám nincs, hogy ők ezt meglépték. Erkölcsi a Liu testvére... lehet egy kicsit szerintem. Képzeld, az sincs. Az sincs? Nincs. Na, beszélgethetünk róla most, ilyen hírek előtt, de én erkölcsit mondjuk érzek egy picikét, hogy van egy ország, ahol elértél egy célt, egy ország, ami mögéd áll, és akkor most mondjuk ki, hogy mondjuk a kínai olimpiai bajnok 800 millió forintot kap. Érted? Igen. Igen. Ugye valaki nem tudná, ez a Li Shaolang és Liu Shaolin, ugye ők ketten elhagyják Magyarországot, és kínai színekben versenyeznek. Hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen népesei történet. A két kínai, aki eljön Magyarországra, és akkor itt megnyernek egy csomó mindent, majd visszamennek az anyaországba, Kínába, és akkor ott most kínaiként ugye versenyeznek majd. És hát ezt láttuk, hogy erről ír itt mindenki, meg most mindenki ezzel foglalkozik. Ugye mindjárt megbeszéljük, most nem menjünk bele, de akkor mindjárt körbejárjuk ezt a témát. Okay. Azért nagyon érdekes dolog, ami történt egyébként, ugye ők gyorskoriznak, short-track-eznek. Mert nem Kínából jöttek, mert ők itt születtek, tehát hogy... Ugye, ami vissza hívja őket egy kicsit, az az edzőjük, aki viszont kínai. A Lina talán így hívják. Igen, ő visszaköltözik, és ő nekik több, mint edző. Ő egy kicsit egy ilyen pótszülő is volt az egész. Ezt is értem, ugyanakkor mondom, bennem van az a rész, hogy ebben az országban értél el valamit, ezzel a háttérrel, ezzel a támogatással, most ugye megy a izékért, a cimbálgatás is, hogy azt a 150 millió forintot vissza kell-e fizetni. Vissza kell adni, vagy nem? Igen. Miért is kellene? Na, mindjárt megbeszéljük, jó? Jövünk. Igen, ez is felmerült, igen, hogy akkor igen, most hogy engedél őket a szövetség, vissza kell fizetni, ki fizet. Sok minden van, mindjárt körbejárjuk. Mindjárt körbejárjuk. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Di-di-di-di, 7 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csövi! Hello, bello! Na, ugye itt már elkezdtük felvezetni a témát, mert látjuk, hogy ez most így nagyon meghatározza a közbeszédet. Vannak persze nyilván düböl kommentelők, vannak fanyagók, vannak akik egyetértenek, bár igazából mindenki kevésbé tudja a helyzetet, pontosan, hogy mi történt, hiszen nem vagyunk ott, de mégis mindenki ért. Most éppen a gyors korcsolyához, ugye a short track-hez, amit már ugye nyáron sejteni lehetett, kedden bekövetkezett. Liu Shaolang és Liu Shaolin elhagyja ugye Magyarországot, és hát minden erről szól. Magyarországnak nyertek már együtt olimpiát, és hát most megpróbálják Kínának is megnyerni az aranyérmet. Ugye ők ilyen vegyes házasságból született gyerekek tulajdonképpen, és hát most mindenki erről beszél, és hát a kommentelők is nagy szeretettel osztják a dolgot, és mindenki pálcát tör, vagy éppen egyet ért a Liu testvérekkel. Hát azért is különleges a dolog, mert ugye a téli olimpiák történetében, vagy alatt, ahol akarunk. Ugye mi nem nagyon voltunk erősek, és akkor óvatosan fogalmaztam, ők hozták meg ugye a sikert nekünk, az első olimpiai aranyat, és ezért zárta a szívébe az egész ország ezt a két fiút, meg egyébként roppant szimpatikusak, nagyon szerettük, mi is emlékezetek, többször itt voltak de benne. Persze. Imádjuk a két csávót, és akkor igazából tehát, hogy nincs meg az indoklás mögötte. Nekem az fáj egy kicsit ebbe, hogy a két srác nem állt oda, hogy gyerekek, azért megyünk, mert. Aha. Ugye ez felvetetted ezt az edzői vonalat. Ugye ez egy érdekes dolog volt nekik, ez a Lina nevezetű edzőjük.
aki baromi nagy hatású edző volt, nagyon sokan őt is bántották, hogy egyébként mennyit ártott a gyorskorcsának, meg hogy a Liujékkal hogy foglalkozott, meg csak velük edzett egy, senki mással nem foglalkozott, meg hogy kínaival, kínaiul beszélt velük, és ugye őt hazahívták tulajdonképpen, egyébként nem hülyék ezek a kínaiak, azért mondjuk meg őszintén. Hogy lehet elcsábítani a két tesót, hívt haza az edzőt, akinek ez a legnagyobb megtiszteltetés, hogy hazamehet, nem, a Lina, és utána ők meg azt mondták, hogy rendben van, már pedig mi beleváltunk, nagyjá mi követjük, hogy ez most ez beetetés volt, csel volt, hazahívták, direkt hívták haza, ott van rá szükség, senki nem tudja. Nyilván a kínai kormányzat mindent megtett, hogy ezt a két tehetséges gyereket ezt haza csábítsa, vagy Kínába csábítsa, most nem mondjuk azt, hogy haza csábítsa, Kínába csábítsa. Ugye őt Linát visszahívta a kínai kommunista kormány, visszarendelték, ami egyébként egy baromi nagy megtiszteltetés, ha téged hazahív az országot, hogy legyél ott edző. Hát gondolom, az utáni sportszövetség nem a kormány. Igen. Állítólagosan ezt a Telex írja, hogy a Lina szerződésen volt egy olyan passzus, hogy Kína bármikor hazahívhatja, és ez már többször fölmerült évek alatt, de sosem ment haza, és akkor mindenki megnyugodott, jó, hogyha Lina marad, akkor maradnak a Liu testvérek is. És azért ez többször szóba jött, hogy ők mennek vagy maradnak. Én nem értek a gyorskorihoz, nekem ebben nekem ez egy nagyon egyszerű döntés. Igazából. Ez egy professzionális egyéni sport. Az egyéni sport pedig arról szól, hogy te elsősorban saját magadért felelsz. Hát vagy csapatsport, hiszen vagy csapatsport, akkor megfelelsz a te, akkor meg te felelsz a saját csapattársaidért. Igen. Tehát, hogy és a sportban az egyéni érdek az egy kicsit mindig felülkerekedik szerintem azon, hogy mi a nemzeti érzületed. Ez egy professzionális dolog, sokszor felülkerekedhet. Nem először hallottunk már országváltást, csakkozónál, teniszezőnél. Hát focinál ugye, persze. Nálunk is játszanak a válogatottban olyan focisták, akik még nem kerültek be a német válogatottban. Vili Orbán, ugye ő nem került be a német válogatottba, és akkor átjött ide, felvette a magyar állampolgárságot, és azóta ő a magyar színekben játszik. De most ha keresek ezzel 50 milliót, vagy ott keresek 600-at, vagy van a Weibo közösségi oldal, ami még ajánl 400 milliót, itt meg keresek 20-at, én tökre megértem ezt a döntést. Ez egy professzionális történet, ők ezzel sok pénzt akarnak keresni, bebiztosítani a jövőjüket. Mindenfajta erkölcsi beszédet értek, hogy dehogy itt készültek fel, hogy a mi pénzünkből, stb. De ezt ők azért érmekkel már bőven meghálálták és visszaadták, és fölrakták a short track-et arra a térképre, ami soha nem leszünk, és valószínűleg soha nem is voltunk sokáig, meg hát nem is voltunk, leszünk. Nem voltunk, és nem is leszünk egy darabig valószínűleg. Szóval, hogy lehet itt hinni a hazafiasságban, meg lehet hinni, nem tudom, mindenféle erkölcsi pátoszban, de azok a sportolók, akik egyénileg így versenyeznek, azok leginkább a saját maguk urai, és leginkább a saját érdekeiket tartják szem előtt. Tehát nekem ez semmi nincs ebben. Aha. Ez egy fájó döntés, hogy nem leszünk többet ott sortrekben, de erkölcsileg nem értem, hogy miért tölnek párcát fölöttük. Mert hogy itt nőttek föl, itt születtek, az anyanyelvük a magyar, igen, és akkor de... most elárulják ezzel az országot. Miért árulnák és el? Mi a helyzet azokkal a labdarúgókkal, akiket mondjuk a klubcsapatukban nem enged, tehát a klubcsapatuk azt kéri, hogy ne játszanak mondjuk a saját országuk válogatottjában, mert hogy esetleg adott esetben lesérülnek, és akkor a klubcsapatban majd nem fognak helytállni. Azt elfogadjuk, ezt meg nem fogadjuk. Mert az legalább országon belül marad, hogy még picit azt mondod, nem? Nem. Tehát, hogy lehogy klubcsapat, hogy mondjuk a Fradiban játszik valaki, vagy a UTB akárhol, és ne menjen a válogatottba, mert igen, de nem biztos, hogy nem egy magyar labdarúgóról beszélek adott esetben, hanem mondjuk arról, hogy nyilván most Messi esetében nem, de mondjuk érted, játszik egy francia csapatban, egy francia klubcsapatban, de egyébként egy gánai például. És akkor megkérik, hogy ne játsszám a gánai válogatottban, mert jövő héten lesz egy BL meccsünk, és nem szeretnék, ha lesérülni. Akkor... Brutál szponzori pénzek, sokszoros olimpiai járadék. Ugye itt, ha mondták, a 30 millió ez kontra, igaz. Nem tudom, az igaz-e az a 800 millió, vagy 800 millió. Itthon 50-et kapsz érte, 50 millió. 800 a kinti pénz. Ez nem tudjuk, ez a 800, ez nincs megerősítve. Most már elég sok helyen lejött, hogy 800-at fizetnek, aha. Meg amit te mondtál, hogy az ottani TikTok is már most azt mondta, hogy akkor az is pénz, meg minden pénz. Nem ugye tud, akkor... kettős állampolgárok, vagy kettős, tehát azt nem engedi a kínai kormány sem, tehát nem lehet, tehát döntened kell, tehát csak akkor mehetsz haza, és lehetsz kínai állampolgár, ha te közben nem maradsz bármilyen más ország állampolgára, tehát hogy az fel sem tud merülni, hogy félig ilyen legyél, félig olyan legyél. Nekik akkor át kell menni abszolút Kínába. Kínai állampolgárnak kell lenni. Inkább akkor úgy fogalmazom meg, amit az előbb mondtam, hogy nekem a tisztaságával van baj, hogy érted, ha ez az ok, hogy 50 millió vagy 800 millió,
akkor ezt tökre el lehet fogadni, csak akkor ezt mondják el, mert most az van, hogy összeveszés, tehát mindenki miről olvasol, hogy először is belógatták, akkor Kósa, ugye a szövetség elnöke azt mondta, hogy nem engedjük el, még nyáron ezt mondta, hogy nem akarjuk őket elengedni, bármit megteszünk, hogy maradjanak. Hogy Magyarországon maradnak, miközben a szövetség elvileg kifizette a kínai repjegyetemvel, elmentek Kínába, de csak edzeni. Okay. Tehát fura módon az a grotesz helyzet állt elő, ugye írja a Telex, hogy tulajdonképpen a szövetség fizette azt a repjegyet, amivel ezek a srácok elrepültek Kínába. Na. Ott is maradtak aztán. Valójában. Igen, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog, ami beárnyékolja ezt az egészet. Ebben tök igazad van, emberileg lesz máshogy intézni. Akkor ki kell állni a két srácok, és azt mondani, hogy figyeljetek gyerekek, magyar a lelkünk, Magyarországon születtük, Magyarországnak nyertük az első olimpiai aranyunkat, olyan mennyiségű pénzről beszélünk, amit itt soha nem fogunk elérni, és mi is úgy akarunk élni, mint egy amerikai olimpiai bajnok, akinek szép háza van, nagy autója és biztonsága. Én ezt itt Magyarországon nem érzem, nagyon köszönjük, szeretnénk elmenni. Érted? Akkor már tiszta, de most így az egész, hogy van egy veszekedés a szövetség meg közöttük, kifizet. Szerintem a szövetség nagyvonalú volt, mert ugye a szövetség három évig megtehető, hogy nem adja ki a versenyengedélyt, ez azt jelenti, hogy 2025-ben tudnának ők csak rajthoz állni. De ugye nem akarnak kiszúrni a liutesokkal, ők valószínűleg ki fogják adni. Szerintem ez egy nagyon korrekt gesztus. Már csak keresztbe tudná nekik tenni, akadékoskodni, egyrészt azért a kínai sportdiplomácia nyilván baromi erős, meg hangsúlyos, kettő, hogy az egészet ez egy kicsit befeketíti. Tehát szerintem ők egyébként nagyon korrekt járnak. Kell, hogy akkor gyerekek menjetek. Nem? Mm-hmm. Tehát, hogy kiadják a versenyt, tehát nem szivatják meg a liutesokat, még három évig tudnák blokkolni azt, hogy rajthoz álljanak. Mm-hmm. Azt hiszem, van valami, hogyha ő nem adja ki a Magyar Szövetség a versenyengedélyt, akkor a srácok 2025-ig nem versenyezhetnek. Ez nagyon kedves gesztus, még ha van ebben sértettség vagy erkölcsi kérdés. Igen, ebben igazad van, talán a kommunikáció más, de a döntés érthető, nem? Az érthető, 800 millió vagy 50 millió, tök 50 ezer vagy 800 ezer. Azért hozzáteszem, ez az apanás, amit kapnak, ha csak a járadékot nézzük meg, mondjuk ilyen szponzori pénzeken, de persze nyilván itt a Kínában nagyságrendekkel nagyobb összegeket kereshetnek, de azért itt nagyon szépen meg lehet élni már azokból a pénzekből, amiket kifizet nekik a szövetség. Na jó, de azért 800 kontra 30, vagy 8, és a Weibo, és a kínai szponzorok, persze, és kínai sportszergyártó cég, aki azt mondja, hogy írjunk alá egy 3 millió euró szerződést. A példa, amit Feri mondott, az értem, hogy miért mondta, de ugye egyébként alapvetően azért sántít, mert az amerikaiak, például az amerikai olimpiai bajnokok nem kapnak annyi pénzt, mint a magyarok. Tehát, hogy nem keresnek, de nem keresnek tudod, olyan jó. Ott valószínűleg más az alapfizetése. Másképp működnek a dolgok. Az Kínához képest biztos, hogy kevesebbet kapnak, de mondjuk az amerikaiakhoz képest nem. Tehát a magyar olimpiai bajnokok azok nagyon tisztességes, még világszinten is nagyon tisztességes pénzeket kapnak. Az olimpiai pénz igen, tisztességes. Igen. De szerintem például egy alapfizetés, mert ugye ilyen szintű sportolónak van, meg szerintem ők Amerikában jobb. Szintű juttatások a azok, szponzori igen. Pénz a körülmények. Sokkal jobb. A körülmény sokkal jobb. Most akkor lehet, hogy rossz volt a példa, de szerintem Amerikában egy ilyet meglépsz, hogy olimpiai bajnok vagy, azért az hosszabb távon. Ott az edzési lehetőségben, felkészülési körülményeket tekintve, szerintem az edzők mennyiségében, minőségében sokkal nagyobb a lehetőség, mint az egészen biztos. De itt most sokan azt gondolják, hogy arról van szó, hogy a kínai szövetség azt látja, hogy itt van két nagyon-nagyon erős, nagyon komoly konkurenciát jelentő gyorskorcsolyázó, akiket úgy tudunk mondjuk magunk mellé állítani, illetve gyakorlatilag konkurenciáként megszüntetni, hogy nyomást gyakorolunk az edzőkre, aki kínai. Ez simán lehet, hogy ezért hívták haza. És akkor ezért. Megajánlottak neked. Hát egyszerűen kivásárolták őket, vagy ajánlottak egy olyan pénzt, vagy ajánlottak ilyen szponzori szerződést, vagy a Linát hazahívták, és azt mondták, hogy tudjuk, hogyha ő jön, akkor jöttök ti is. Itt valaki írt egy ilyen példát, bocsánat, hogy ez egy egyszerű munkahelyi sztori, hogyha te dolgozol valahol 150 ezer forintért géplakatosként, és fölhív a szomszédjára, hogy gyere át 300 ezer, átmész. Én azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű melóhelyváltás, négyszer annyi pénz. Az ország nélkül, az itteni körülmények nélkül, az itteni felkészülés nélkül, az itteni lehetőségek nélkül valószínűleg őket nem hívta volna Kína, ebben igazad van. Tehát azt kell, hogy a gyerekek, köszönünk mindent, megyünk, jobban fogunk keresni, több pénzünk lesz. Hálával gondolunk mindig a szövetségre, köszönünk mindent. Bár voltak veszekedések, konfliktusok, mit tudom én, köztünk, de mindent, amit megtettünk, az annak köszönhető, hogy idáig eljutottunk, ez kell a szövetség is. Köszi, és elmegyünk. Ennyi, köszönjük. Ebben igazad van, tehát ebben van egy tiszta kommunikáció. Így, hogy néma csöndben elmennek, ez egy kicsit így fura, de mondom, én erkölcsileg nem török pálcát felettük, én tökre megértem. Egy egyéni sportolónak mindig önmaga a legfontosabb. Ezt szépíthetjük. Tehát amikor ő becsap a célba, amikor átmegy a zászló, amikor fölel a dobogóra, azért mindig elsőnek ő magáért csinálja, és az ellenfelét akarja legyőzni. Nem a nemzeti érzület miatt. Egyszerűen, tehát hogy
és aztán az is nagyon fontos, hogy szereted azt az országot, és ezt ott vagy. Tudom. De hogy én mondom, megértem ezt a döntést. Én ezt nem tudom, nagyon sok sportoló nyilatkoztam, elmondta azt, és szerintem azért nagy részük hiteles is volt, hogy amikor mondjuk egy világversenyen vannak kint, és nemzeti színekben küzdenek, akkor elsősorban a nemzetért és sem annyira magukért. Ez is lehet. Te mindig magadnak vagy a legfontosabb, nem? Hát az ember a saját érdekeit nézi meg. Amikor meglátod, meghalod a himnuszt, meg megfelel a magyar zászló, akkor nem arra gondolsz, hogy én, hanem inkább arra, hogy magyar vagyok. Na, az is benne van, igen. Itt van Gyulai Zsolt, a MOB elnöke. Hello Zsolt, jó reggel, ciao. Hello. Jó reggel. Hello. Szia Zsolt. Zsolt, ciao. Volt bármi azóta a tesók közül, vagy a tesók körül egy üzenet, egy köszönöm, egy köszönjük, egy állásfoglalás, egy nyilatkozat, bármi, vagy ők még mindig csendben vannak, mert hozzánk semmi nem jutott el, és már Kínában vannak, de nincsen semmilyen közlemény. Hát úgy tudom, ma van a Korcsolyázó Szövetségnek az elnökségi ülése, és addig azt mondták, hogy nem nyilatkoznak. Bár lehet, hogy jobb, hogyha nem nyilatkoznak, mert volt a nyilatkozatukból egy-két probléma. De azért vitatkoznék ezzel a nemzeti érzelemmel, mert én azért azt gondolom, hogy ha valaki évtizedeken keresztül képviseli a hazáját, és egyéni sportoló, rettentő nagy nemzeti érzelem, és a hazájáért is küzd. Szerintem, tehát ez nem hangzik valamiféle szentől dolognak, ez szerintem így van, legalábbis nálam így volt. De azt is megértem, hogy az egyéni érdekek azért néha előtérbe kerülnek, és a Liu testvéreknél ugye ez gyakorlatilag most tetten érhető. Igen. Én csak azt mondtam, hogy sokszor az egyéni érdek az felül kerekedik a nemzeti érzületen. Ez volt a pontos megfogalmazás, amit itt fejtegettünk az előbb. Akkor ők most azért vannak csöndben, mert megvárják azt a mai napot, és akkor utána kiadnak valamit. De ők a szövetségnek indokolták valamivel a távozást? Mondtak valamit a kósának, eljutottak egy e-mailt, bárkinek bármit mondtak, vagy egyelőre ti sem tudjátok a valódi okot, csak mindenki találgat? Igen, furcsa volt, mert ugye a Magyar Olimpiai Bizottságot kérdezték tegnap is a televízió, a sajtómunkatársai, és mi egy kicsit ugye tehetetlenek vagyunk az ügyben, hiszen ez a szövetség és a testvérek ügye, de hát ezt azért tudtuk. Én két hete beszéltem az Ádóékkal, amikor ugye mielőtt elutaztak, eljöttek Kínából, itt voltak egy hétig, és utána elmentek Amerikába. Akkor éreztem, hogy ez már elveszett, de ez sajnos akkor veszett el, amikor a Lina visszament Kínába. Őt visszahívták, igen. Vagy visszament. Ugye, visszavezethető ez a pekingi olimpiára, hiszen a pekingi olimpián történt egy más, és amikor ott voltunk, akkor éreztük azt, hogy a kínai szövetség rettenetesen csalódott, hiszen rengeteg pénzt adtak a short track csapatba, nyertek két aranyérmet bírói segítséggel, ugye emlékszünk rá, és ez érezhető, egy nagy kudarc volt a számukra. Erre azt látják, ugye, hogy a Lina Magyarországon készíti fel a két kínai-magyar testvérpárt, és elhalásszák az orruk elől az aranyérmeket, és tényleg világklasszis szintre emelkedtek. Lehetett egy ilyen hazacsalás, hogy hazahívják a Linát, és tudják, hogy ha a Lina megy, akkor mennek a tesók, és azt mondta a kínai kommunista párt, hogy már pedig a Linát visszarendeljük, tulajdonképpen egyfajta horoggal áthúzzuk akkor a két fiút magunkhoz. Hát én a visszacsalásnál erősebb kifejezést használnék. Aha, tehát visszahívták, visszarendelték. Uh-huh. Igen, azért Kínában más a rendszer. Én azt gondolom, hogy Magyarországon el se tudjuk képzelni, hogy ott milyen rendszer van. Úgyhogy szerintem ez benne van. De igen. Szóval, hogy ez benne lehet, ugye? Mert hogy ők nagyon kötődnek a Linához, az edzőhöz, akit szintén sok... Nagyon kötődnek, és azt tudni kell, hogy ők gyerekkorukban, amikor elkezdték ezt a sportágat, akkor váltak igazán klasszissá, amikor az édesapjuk kivitte őket Kínából, eltöltöttek másfél évet, és ott kezdtek el, hogy mondjam, igazi klasszissá válni, és azóta kötődnek az edzőjükhöz, és ezért végletekig ragaszkodtak hozzá. Talán itt történt az a probléma, hogy nem tudtuk megtartani. Hogy ez, miért nem tudtuk megtartani az edzőt, ez nyilvánvaló. De szerintem ugye. Ebben ugye nincsen semmi meglepő, hogy egy sportoló olyan szinten kötődik mondjuk az edzőjéhez, hogy valaki vagy egyszerűen nem tudja elképzelni mással a munkát. Ez teljesen természetes, hiszen hogyha vele éri el a sikereit és bízik benne, akkor követi tűzön vizen keresztül. Úgyhogy ez igaz, ami a sajtóban megjelent, ez a 50 millió kontra 800 millió, ez egy létező tétel, hogy tényleg ott annyit ér egy olimpiai arany?
Hát állítólag Pyeongchang után a kínai srác ennyit kapott, $2 millió kapott az olimpiai aranyéremért. Azért ez egy felemás dolog. Hát a másik dolog az, hogy azt tudni kell, hogy a Liu testvérek kint óriási sztárok. Tehát kint voltunk Pekingbe, jó, hogy nem volt közönség, de akik ott voltak körülöttük, azok megvesztek értük. Tehát jóképű srácok kínai viszonylatban, ugye, hogy mondjam, kicsit európai beütéssel, tehát tényleg 15 millióan lájkolják az ottani közösségi oldalakon egy-egy bejegyzésüket. Tehát ilyen szempontból nyilván ebben a mai világban sajnos csábító ez a dolog, már azt meg kell, hogy jegyezzem, hogy azért az a tendencia, hogy a Magyarországról visznek el most már versenyzőket egy kicsit olyan furcsa, hiszen az elmúlt 10 évben az edzők is hazajöttek, és nem kifelé vándorolnak, hiszen a magyarországi támogatási rendszer azért kedvező, és ebből látszik azért, hogy most már kicsit tartanunk kell attól, hogy elcsábítják a versenyzőinket, vagy az edzőinket. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit fognak mondani. Igen, itt erről beszéltünk mi is, hogy értjük a döntést. Egy köszönünk mindent, hálával gondolunk az itt töltött időkre. Az egy szép gesztus lenne. Valójában ez a maximum, amit mondhatnak. Igen. Igen, mi is ezt mondjuk, hogy nagyon-nagyon örülünk, hogy hozzáraktak magyar olimpiai sikerekhez. Eddig is tényleg örülünk, hogy magyar színekben versenyeztek. Más nem tudunk mondani. Igen, azért nagyon kedves a gesztus a szövetségtől, azt olvastuk, hogy kiadják a versenyengedélyüket. Tehát, hogy nem tesz keresztbe a szövetség, mert ugye 2025-ig gátolhatnák, hogy ők rajt hozzájának, de azt mondták, srácok, ha mentek, menjetek, megkapjátok az engedélyt. Nem teszünk keresztbe, ez így van? Nem tud mit csinálni. Tegnap a Kósa Lajos nyilatkozott végre, és gyakorlatilag elmondott mindent ezzel kapcsolatban. Ők nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a fiúk maradjanak, és eddig is sokat dolgoztak, hogy olyan körülmények között készülhessenek. Mi pedig 2026-ra a milánói olimpiára nagyon számoltunk velük, úgyhogy én is nagyon sajnálom. Igen, ezért is hívtunk téged, mert őket nem értük el, tehát ezért próbáltuk a MOB-ot megszólaltatni, igen, mert nem értük el a szövetséget. Szövetség sem nyilatkozik, ők nem nyilatkozik a szövetség, igen, de hát ha ma van valami, akkor nyilván ma fognak hivatalosat mondani. Nekem nagyon köszönjük. Igen, Zsolt, köszi, hogy beszéltünk, nagyon szépen köszi, hogy segítettél nekünk. Köszönjük, jó munkát nektek! Köszi, ciao, Gyulai Zsoltnak köszönjük szépen a MOB elnökének, pont ezért hívtuk mi is őket, mert a gyorskori szövetséget tudjátok, nem értük el. Tudjátok, mi lesz a nagy durranás, ha hazaviszik őket a kínaiak, az kispadozás van, mert egyébként van nekik kedvenc liblingjük, csak kivették a nemzetközi versenyből a két fiút. Igen. Hát vagy mondjam, az is durva lesz, amikor a srácok szembesülnek azzal, hogy nem jött az arany, le kéne ülni arra a székre egy üres szobában, és válaszolni néhány kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy nem jött az aranyérem. Isten hozott benneteket a kínai kommunista pártnál. Ez egy másik világ, azért Európából mentek át oda. Ugye, hogy azért ezzel nem biztos, hogy számolnak. Mit tudnánk nekik ajánlani, igen, hogy maradjanak? Mit nem kaptak meg igen. Itthon? Írjatok vicces, humoros SMS-eket, mit tudunk nekik ajánlani, hogy ma még a szövetségnek tudjunk pár ötletet küldeni. Jó? Egy örök belépőt a nem létező sángi piacra. Mit tudnánk mi a kis pénzükből felajánlani, mi magyarok, hogy maradjanak a liutesok? Hát, ha jön valami nagyon jó ötlet, amit tudunk továbbíteni a szövetségnek. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. Három, 8 lesz, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és ugye itt a Liu testvérekről beszélgettünk, akik ugye, hát már Kínában valószínűleg ülnek egy sötétített szobában, egy elbeszélgetésen a kínai rendőrséggel, hogy hogyan is képzeljük a következő 10 évet, a felkészülést. Mondanám az eredményeket, amiket elvárunk. Amik minimum elvárunk, arany. Arany, és még arany. Ami csalódást okoz, ezüst. Egy versenyen 3 arany. Igen. De nem lehet, ketten vagyunk, nem baj. Igen, szóval hogy érdekes a döntés, erről beszélgettünk, ugye Gyulai Zsoltot is hívtuk, a MOB elnökét. De ma lesz valami akkor a szövetségtől, akkor ma kiadnak valamit, vagy lesajtótájékoztatót, lehet, hogy a tesók is megszólalnak. Aki legós SMS-t küld ideje korán, vagy túl korán, azt kizárjuk. Okay, likvidáljuk, banuljuk, és egész élete végig letiltjuk a szolgáltatónál is, hogy senki nem fog tudni SMS-t küldeni, nem csak nekünk. Senkinek. Tehát, hogy bejövő hívásai se lesznek, ezt tudjuk megígérni. Még nem kell jelentkezni, de szólunk, jó? Balázsik műsorához szeretnék hozzászólni, jött egy ilyen SMS. Köszönjük szépen. Nagyszerű, ez igazán kedves tőled. Túrurdi csak Magyarországon van, ezzel próbálnám meggyőzni a fiúkat, hogy maradjanak. Ugye arról beszélgettünk, hogy ha nem tudunk versenyezni a 800 millió forinttal, ami egyébként $2 millió körül van a kínai olimpiai arany. Azért az. Na. Az 450-es dollárnál már majdnem 900 millió forint. Ez nem kevés. Megremeg a lábad. Azért az megremeg, igen. Mit lehetne nekik felajánlani, hogy maradjanak? Nagyon tetszik,
az a megoldás, hogy életük végéig kapjanak egyébként kori érezési lehetőséget a műjégpályázon. Plusz egy forrásból. Katás adózást ajánljunk neki, külön pavilont az ecseri piacon, maximum 18 fokban. Ez még egy jó megoldás lehetne. Igen, szerintem adni kéne az Ázsia Center örökös vásárlási kuponjából nekik. Tök jó. Hívja meg őket Feri a kórhelybe, és csináljon nekik sült rizst. Esetleg valamilyen sültésztát. Ez is egy jó megoldás. Igen. Azt mondja, hogy alig használt rizsföld eladó 5 éves sportszövetségi tagságért. Ez is egy jó megoldás, hogy ezt is felajánljuk, alig használt rizsföld, igen. Azt mondja, hogy ha kapnának egy Liu 001 és egy Liu 002-es rendszámot az autójuk vajrán, rá lehet tenni az arcukat a 20 000-esre. Ben rendet kell építeni rájuk, kapnának WC papírt az arcukkal, akciós figurát, animációs sorozatot. Kint valószínűleg ez lesz a sorsuk. Hát ekkora sztárok, akkor ott mindenki sorban áll majd értük, nem? A Weibo a közösségi oldal. Hát gondold el, mit fizet az egy posztért. Írtózatos pénzek. Hogy ott téged mondjuk 800 millió, nem tudom, látják a posztodat, és követnek mondjuk a Weibo-n a Liu testvéreket, nem tudom, most kis túlzás, mondjuk 40 millióan. Igen. Hát csak posztolj egyet a saját sportcipődről, vagy a márkádról, vagy hogy mi beedzel, vagy milyen melegítőt hordasz. Hát itt súlyos milliárdokról van szó. És tudom, hogy nem minden a pénz, de azért tegyed a kezére, vagy a szívére mindenki a kezét, hogy ki az, aki ilyennek ellen tud állni, nem? Vagy tud nemet mondani. Hát egy-egy számunkra yes. Ismeretlen kínai sportmárka olyan összegeket tud neki kifizetni. Milliárdos piacon vannak ott. Nekünk ugye egy Nike, egy Adidas, nyilván ez a közhelyes márkák. Igen. Nekünk. Hát az a turul. A kínai turul az valószínűleg olyat fizethet nekik, amit semmilyen magyar sportoló soha nem tudsz ezzel beszélni. Tegyék hatóság járasán rizs nekik, azt mondja. De jó, duma. Hatóság járas rizs. Most már a tojás és a krumpli úgyis az. Bizony, alap élelmiszerek köre bővült, a rizs is az. Nekik. Lehet, hogy baromira jegyzett el valaki a szövetségnél, hogy azért ezt még ajánljuk. Kósa úr, ezt még ajánljuk föl nekik. Hát ez már sajnos elúszott, mi is csak humorizálunk nyilván, de a srácokat már nem lehet visszahívni. Igen, egyébként. Mondjuk lehet, hogy így hamarabb jutnak az új leesett gyári szalagról előkerülő iPhone modellekhez. Szerintem ez nagyon... Ez vonzó, nem tudják megvenni a rendes iPhone-t. Ez egy jó megoldás, hogyha elvitték a srácokat a kínaiak, akkor adjanak cserébe 2 pandát az állatkertnek. Egyébként ez a minimum, ami jár. Ez egy kis vigazdíj lenne. Oké, elcsábítottuk az edzőtöket, letettünk az elétek egy komoly ajánlatot, sok millió dollárról, vagy euróról, vagy juáról, vagy tök mindegy. Adjunk 2 koszlott, félszemű, penészes szőrű, bélférges, leharcolt, már a 26. kínai állatkertből is visszadobott, Csau-csau-nak született, de átfestett pandát. És akkor az is jó, adjanak valamit. Becsüljenek meg minket. A ketrecen az lenne a nevük, hogy Shaoang és Sanyi? Vagy mi? Shaoang, de tudnánk, hogy ez 2 darab csau-csau. Mindegy, nekünk jó lesz. De nekünk az nagyon-nagyon jó lenne. Legyen saját sportmárkás ruhájuk, a Liunikum. De jó, ez is jó egyébként. És benne a név. Ez is egy nagyon jó egyébként. Igen. Ha, gyerekek, 3 gyermek, babaváró hitelcsók, hitel 50 évre. Nagyon jó, köszönjük szépen, és egy jó megoldás lehetne. Ha a hovatartozás a pénzem múlik, akkor menjenek csak. De erről beszéltünk már az előző fél órában, tehát ők azért oda is tartoznak. Tehát, hogy most... Egyrészt ugye... A papa Pekingben él állítólag, én azt hallottam, és a papa is nagyon invitálta a fiúkat, hogy gyertek. Tehát, hogy azért itt vannak tényleg nyomós érvek, nem? Két kultúrához tartoznak, 2 országhoz. Kínai-magyar szülők gyerekei, hát azért ez nem egy egyszerű, nem egy fekete-fehér dolog ez a történet. Hogy fog ilyen fék, hogy hangon kínaiul beszélni a kínai nyelvnek határozottan jót tesz. Nagyon jól áll. Nagyon szomorú vagyok, hogy elhagytam Magyarországot, de most már azt mondom, hogy egy országon kondi jókor. De most miért? Hát ezt fogja csinálni, hát ilyen most de semmi nincs. Nagyon boldogok voltunk, hogy itt vagyunk, Balázs Feri, Jani. De most már csak egy mondunk, hogy az új, de hogy új, Magyarországnak is nyerünk. Nagyon fog kiáltozni Magyarország, illetve egyáltalán nem. Szar a kínaim, az a baj. Nem, a mandarin kínaim nem az igazi. Jaj, kínai gyors az utat a magyaroknak. Hát az egyébként lesz. Úgyhogy az teljesen jó. Igen. Szóljanak hamarabb a kínaiak, hogy világjárvány van. Mi van? Ja, értem. Tehát mi odaadjuk a tesókat, de legközelebb, amikor náluk még csak kitör valami, már nekünk szóljanak először. Ne gyertek most. Megsúgjuk egyébként, hogy már világjárvány van újra Kínában, igen. Bezeg Lucy Liu nem ment vissza Kínába. Lucy Liu? Hát tudod, a Tarantino filmben játszott. Ja.
Miért ő egyébként kínai? Hát ahogy hát, kinéz, gyanús. Vagy csak szoros a cofja. De az is lehet, hogy szoros a cofja. Túlhúzták egy kicsit. Túlhúzták egy kicsit a cofot, az nem lehet, de nem tudom. De lehet, hát, hogy... tudom én, hát vagy jött egy új fodrász volt, azt meghúzta a cofját. Valakik mondják, hogy nem csak pandát lehetne kapni, hanem gyorsvasutat is például, ők abban nagyon jók. Lehet, hogy ez a díl egyik alapja. Mennek a Sanyék, de mi kapunk? Jön a gyorsvasút. Ha csak kicsit pontosítanak a mávon nekünk az is. Ide jön valami két nagy koponya, és azt mondja, gyerekek, a évi 4000 év késés lehoztuk nektek 600 évre. Meg vagyunk. Már, egy csomót nyerünk vele. Nem? Hogy nem 4000 évet késett a máv ide, hanem 600-at. Tehát azzal már tök jó vagyunk. Sanyi, ne használhassa a szemöldökét semmire. Tiltsuk le. Az túl nagy ár lenne. Igen. Hangsúlyozták, hogy fiatalok csajozni akarnak. Miért hát, itt nem? Hát az európai lányok azért szebbek, mint a kínaiak. Meg sokszínűbbek, nem? Szebbek a kínaiak? Nem, hát azért nem rosszak a kínai csajok, de azért az európai... Kínai kellene nézni, az meg nekünk nincs. Igen. Csepeli jégkori pálya ingyenes belépőn, és mafu? Neked semmi? Az semmi? Hidegöltözővel? Papának van is, hogy azt nem tudjuk a papa, mit csinál Pekingben, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy milyen a kapcsolat. Jó a kapcsolatuk egyébként? Vagy van bennük egy kis düh, hogy a papa annak idején itt hagyta őket? Látod, ezt sem tudom. Ezt nem tudom. Kapjanak egy-egy téli ársapkát, amit nyáron is hordhatnak. Sanyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jó, van gyerekek, elmentek, akkor ők. Hát ma akkor... délután kiderül, akkor a szövetség ma tart ugye sajtótájékoztatót, akkor ott hát, ha elhangzik ez a dolog. Ilyenkor egyébként mi van még egy fontos dolog van, hogyha a szövetség azt mondja, hogy srácok, mehettek, de fizessétek ki a fejenként 150 millió gubát, amiben belekerültetek, akkor ezek a tesók belevették a kínai kormánnyal, vagy a kínai állammal, vagy a kínai párttal kötött szerződésbe, hogy jövünk, de akkor ezt ti még visszamenőleg vállaltok kezességet erre. Ugye? Tehát gondolom, hogy ezt nem zsebből fizetik, hanem azok a kínai kormány azt mondja, hogy ez mennyi, az 300 millió forint, az nagyjából 800 000 dollár, mi azt csengetjük. Ugye ilyenkor így szoktak átigazolni. Mm-hmm. Aha. Tehát, hogyha bármilyen peres eljárás, vagy felmerül bármilyen költség, vagy moratórium idő, vagy bármi, akkor azt fizeti a kínai kommunista párt. Tehát valószínűleg azt nem a srácok fogják kifizetni. Akkor a szövetség. A pártnak nincsen köze. Hát mihez nincsen köze a pártnak? Hát a kínai kommunista kínai pártnak. Párt fizeti ki ezt a... Na. Hát akkor a kínai kommunista párt odaadja a szövetségnek, amit a szövetség meg átutal a magyar szövetségnek. Tehát, hát, vagy pedig egy helyi szponzor kifizetés kész. Tehát, hogy így szerintem hát, inkább ezt, tehát, hogy a... Akkor lehet, hogy van egy szponzori szerződés. De ugye hát itt mindig az, aki hívja, az szokta ugye állni a cekhet, hogy jövök, bármilyen peres költség, vagy bármi felmerül, akkor gyerekek, azt mi átvállaljuk. Ugye itt a Szövi kér még 300 milliót körülbelül. Nem biztos, hogy kér, ez fölmerült. Fölmerült, igen, nem, ez még nem tény. Igen. Na mondjuk azt hittem, a szövetség részéről se lenne elegáns, ezt most azt mondja, hogy akkor fizessenek 300 milliót. Képzeld, én ezt megértem. Ilyen lelépési pénz, nevelési pénz? Nem, hogy figyelj. De hoztak hogy, nekünk aranyakat. Oké, hogy hoztak hát nem aranyat. Keveset. Nem keveset hoztak, de ebben a 150 millió forintban, tehát ez egy, na én ezt például értem, hogy azért valamit mi is kapjunk abból, hogy titeket elvittek. Mondtam, kaptunk aranyakat. Oké. Szerintem az a 150 millió az pont letakarja. Aha. Az, hogy olimpiai arany született, nem? Hát gyakorlatilag... Mert az meg most egy kicsit a mi részünkről lenne kis stílű. Az. Ugye? Hogy ugye a szövetség azt mondaná, hogy oké, elengedjük, menjetek nyugodtan, de fizessetek fejenként 150 millió. Hát az 300 millió, ha belerakják egy új kori építőbe, vagy egy csarnokba, vagy bármibe, egy fejlesztési központba, nem, vagy igen, bármibe, akkor azért igen, az nem rossz. Igen. Meg nevelőegyesület megkapja. És kicsit csápoljuk már meg a kínai kommunista pártot, tehát nem fáj ez nekik. Hát most mennyi nekik 1 millió dollár, nem? Hát sem ennyi. Hát szerintem a szövetség autójában körbenéznek, az ülés alatt van nagyjából annyi. Tehát, hogy így nekik ez nem egy jelöletlen táskába biztos, hogy kis címletekben biztos, hogy ott van 1-2 millió dollár. Dollárban. Igen. Na jó van, gyerekek. Minősítsük őket taxisokká, az is jó volt. Tudod, ha olcsóban megyen nekik, mindent lehet kivéve taxisok, ugye, ahogy szoktuk most mondani. Igen. No, azért itt egyetlen egy nagyon érdekes dolog van tényleg, hogy ezt a nyakukba veszik-e, vagy erről őket valaki felvilágosította, hogy mondjuk ott nem hozzák az elvárásokat, akkor mi van, tudod? Biztos tudják. Tudják? Persze. Szerintem bíznak a demokráciában nevelkedett, nyugaton, Európában nevelkedett két tesó tudja azért egészen pontosan, hogy mi van Kínában. Felkészítik őket. Én nem azt mondom, hogy aki ott nem nyer aranyat, egyből munkatáborba megy, de hogy azért ott azért más a hozzáállás, nem? Vagy őket az édesapjuk, vagy pedig az edzőjük valószínűleg azért felvilágosította, hogy miről van szó. Aha.
Tehát, hogy szerintem azért ők ha valaki, akkor ők biztos, hogy nem rázzák át őket. Egyrészt meg ők annak idején éltek kint Kínában, azt ne felejtsétek el, hogy ők ugye másfél egy vagy másfél évet ott indult el a karrier igazán, amikor ők kimentek, ugye, és a mostani edzővel ők ott találkoztak, és aztán úgy jöttek vissza, tehát, hogy azért úgy körülbelül csak tisztában vannak vele, de valószínűleg mind a ketten tudják, hogy annyira jók, hogy ez a veszély nem annyira fenyeget. Simán lehet egyébként, igen. Na jól van, oké, gyerekek, köszönjük szépen, ezt lezártuk, jó? Milyen időnk lesz, Ferenc, mondjam, visszatott, meddig tart? Most egyébként nem olyan rossz. Azt mondtam. Nincs köd. Azt mondtam, na most azért vicces, mert mondták, hogy jön a hideg front, ami nem hozott igazán hideget, mert például tegnap hidegebb volt reggel, 6 fok volt, ma 10 fok volt, már legalábbis nálunk, viszont a hideg front elviszi a felhőket. De azt most el is vittem. Na, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Kanóc Beton Kft. Ó, Kanóc Beton úr. Vannak visszatérő elemeink, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedési hír vagy kettő. Reggel gyáló baleset a lámpánál a Tesco-nál, Margit itt Budai hídfőjénél van valami baj, már állnak a buszok is. Dani küldte nekünk, és a Veszprém út után 8-ason Csebánya közelében folyamatosan ugrálnak az őzök, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Jó, ez 8-as út Csebánya, két őzet már egyébként el is gázoltak. Jó, és reggel én azt mondtam, hogy ezek most akarnak szexelni. Rendbe tettek a vadász ismerőseim, hogy... Hogy lelőnek. Kilövik a szemedet. Oké, bocs. Most mit csinálnak? Nem tudom, most csak át akarnak menni az úton, hát mert a Lucerna is szebb a másik oldalra. Minden vadász tudja, hogy mikor üzekednek az őzek. Igen, az úgy ki van nekik jelölve? Hát akkor indul meg, érted, a hormonháztartás. Ja, hogy nem egész évben, csak ugye egyszer. Csak úgy képzeld el, hogy kiraknak egy táblát, amin egy őz egy másik köznek a hátán van, hogy srácok, akkor innentől kezdve hajrá. Nem, ezt úgy képzelem, hogy van egy párzási időszak, mint amin a márciustól az április közepéig, de azért, ha kedvük támad, akkor ők azért úgy szexelgetnek, amikor májusban is. Nem. Azok nem akarok őznek újjászületni. Nem tudom, hogy mekkora az esélyed rá. Hát a delfin az egyetlen olyan állat, aki szeretkezik kettelésből is. Tehát, hogy azért, hogy van hozzá kedve, nem azért... Fókákkal. Tessék? Igen, arra úszó hawaii... Jó, hát most mit válogasson? Igen, arra úszó hawaii szörfösökkel előszeretettel szexelek. Nem, hogy az állatok akkor, amikor párzási időszak van, vagy a kutya akkor, amikor érez egy tüzelő szukát, hogy mit tudom én. Tehát, hogy megvannak ezek az időszakok. De az delfin az egyetlen olyan, aki örömszerzés céljából is szexelget egész évben. Jó, most ha... A delfin jó fej. Igen, ha az egyedülvaló szexet mondod, akkor kicsit elgondolkozom a delfinnél, hogy mit csinál, de. Hogy mire gondolsz, hogy mi? Hogy nem egyedül, de hogy párta, és hogy szeretkeznek egy nagyot, és utána megy mindenki a dolgára. Meg egyes majomfajták is. Hát az van sokat, a közutokon is van egy csomó. Ja, az igaz. Van egy csomó. Mondjuk, mint a szexának, vagy egy kertelésből. Igen. Na jövünk mindjárt, 5 perc pontosan. 8 óra van, ha van friss közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk már is. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után 8 perccel itt vagyunk. Az a téma a reggelibe, hogy 72 óra szex nélkül. Váló ok. Ej! Nem 72 nap. 72 óra. Nem 72 hónap. Nem 72 év, hanem 72 óra szex nélkül. Váló ok? Az 3 nap, ugye? Nagyon kanos a szerkesztő vagy, aki ezt a témát bedobta, hogy ha tényleg ezen gondolkozik. Nem feküdt le velem a párom 48 órája. Elváljak, hogy ne? Aha. Hát most már 53 órája nem szed. Hát akkor... Mit csináljak? Most már 63 órája nem. Uh-huh. Igaz, hogy egy heten hát nincs otthon, de azért... Válók lenne, akkor ebben az országban mindenki szintén. 72 óra szex nélkül válók? Ez egy nyomós érv, nem? Nagy baj van a kapcsolatunk, ami 4 órája nem szexelt. Szerintem már nem szeret úgy. Át kell értékelnem a kapcsolatunkat, 70 órája nem szexelt. Az 72 óra az mennyi? Az 3 nap? 3 egész nap. Az 3 teljes nap. 3 nap. 24, 48, 72. Nem, mennyi rá sem. Nem, az 72 óra. Ha 72 év lenne, azt megérteném. De 72 óra, hát ez egy komolyabb alvás, nem? Egy buli után. Ezért is áldogálnak ott néhányan lesütött szemmel az asztalnál, én úgy azt gondolom. Ez nagyon fura cím. Na jó, erre már meg is jött a nap SMS-e, több mint egy éve nem volt. Jó, nem kell most nekünk kijönteni a lelketeket, tehát nem ez volt a téma, de ő már azonnal megírta, ő könnyített a lelkén. Több mint egy éve nem volt. A feleségemmel. Nagyon szeretem, ő már ezt azonnal beküldte. Csak hogy érezzük, hogy mit ehhez képest 72 óra, nem? Elröppen az idő. Az egy év hamar elmegy. Ez nem hosszú idő. Karácsony is megint. Annyi minden történik közben. Karácsony is megint karácsony. Hát most, igen.
Valaki szexel egyáltalán házasságban, kérdezi Gábor. Már a házastársával, ez fontos, ugye, hogy ez egy fontos kérdés. Na jól van, közlekedési híreket nézünk. Harry Potteres játékra még nem kell jelentkezni, de majd 8:30 után lejátszhatjuk a szinkronizálós játékunkat. Én továbbra is a 80-as évek VHS szinkronját akarom hozni. Nagyon jó, és tegnap zseni voltál. És tegnap nagyon hoztam. Tegnap nagyon hoztam, ugye egy Harry Potter kastélyt, vagy Legót, vagy Roxfortot. Igen, vagy Roxford kastélyt. Roxford. Limited Edition. Ezt lehet nyerni, ezt most elkezded rakni, és 4526 év múlva az unokáid már örülnek is neki. Hány darabos? Másfél millió, vagy 600 ezer, vagy... Így van, és akkor még a kis figurákat, a kis izét még nem is számoltad. Rákerestem, nem gyengek karácsonyra. Csak a használati utasítás 2 darab bibliával ér fel. Nem, már nem nyomtatják ki, mert nincs annyi fa, tudod, a földön. Egy pendrive-on adják oda, 4000 év mire lejátszod. Tényleg baromi nagy. Tehát egy ilyen Feri egy 2 méretű legót lehet nyerni. Brutál. 100 ezer forintos. Elkezditek rakni karácsonykor, és szilveszterre már senki nem beszél senkivel, és megvan egy darab bástya. És ott tartasz, hogy egy darab kocka viszont valahol elveszed. Igen, és ilyen, ott a végén jössz rá, hogy az alapokat elrontottad. 6020 építőelemből áll. Azt hittem, azt mondod, 6000 év. 6020 építőelem. 6020 építőelem. Úristen. Azért ahhoz kell türelem, nem? Elbizony. Mi összeraktuk, úgyhogy megvagyunk vele. Egy 3 évvel ezelőtt megcsináltuk. Ja. Béka volt a hős benne. Én egy hét után elengedtem. Egy hétig raktad? Hát vagy... én egy hétig voltam benne, a béka meg a soma volt az, akik aztán nekifogtak. Ezt 3 évvel ezelőtt csináltuk meg. Ja. Körülbelül nem volt rövid. A legjobbak a repkedő varázsló tanoncok. Az, igen, ott van. Igen. Ugyancsak kettőt szexelünk. De mentorok, te! Varázsló tanult. Igen, azt írja valaki, hogy ugyancsak kettőt szexelünk, és egyből ki is rakom a Harry Potter legot, igaz, hogy az másfél év. Na látod, ezért nem szexeltek többet, mert sokat rakod a legót. Ilyen egyszerű, hát rakja a legót, szexelsz kettőt, eltelt a másfél év, és meg is van. Ja, ezek a dementorok? Persze, azok a dementorok. Egy, szerintem ott... egyet nem láttam belőle sorozatból. Szerintem pedig neked bejönne, tetszene. Könyvben jobb azért. Harry Potter azért azt az könyvben kell elolvasni. Egyébként nem rosszak a filmek, nem rosszak a filmek. A későbbiek, az elején még ott nem nagyon fűztem rá, de amikor egy kicsit kezdett ilyen sötétebb, kicsit ilyen bajosabb atmoszférája lenni, akkor már igen, azok tetszettek. Én majdnem az összeset elolvastam. Magadnak, vagy a gyereknek. Uh-huh. Nem, magamnak. Hát mondom, 18-20 éves, 22, hát az már nem egy mostani sztori. Elolvastam, persze. Az ilyen öreg az a könyv. A Harry Potter? Hát azt szerintem a Harry Potter az basszus, 15 tényleg. Éves, 20 éves. Az a Harry Potter 1, azt szerintem nem voltam. Volt az 25 a bármi, amely ekkora siker lett volna, ekkora könyv siker lett volna? A Szigorúan Bizalmas című könyvem. Ja, tényleg, igen. Igen. Az legalább ekkora siker volt. Tesco mennyit vett meg? 48 ezeret. Abból visszaküldött 46-ot évvégén. Csíkokra vágva, de a hörcsögalomnak tökéletes. Azt mondta, hogy ezt beválhatom Párizsira, meg téli szalámira, ha akarok. Nem tudom, hogy azóta volt-e valami, ami ekkora siker volt. Nem. Iszonyú őrület volt éveken keresztül. Igen. Na, gyerekek. Nagyon érdekes TikTok videó került föl. Ez biztos? Nem, hát de most nem tudok másról beszélni. De nem, egyébként tényleg szereted, nagyon jó. Egy bonyolult rejtvény nem tudott megoldani egy amerikai férfi, amit a felesége írt neki, és egy bevásárló lista tartogatta egyébként ezt a bonyolult rejtvényt, és félreértelmezte a bevásárló listát. Keressük meg azokat a leghülyébb pasikat, akiket most a feleségük fog bemonszerolni, hogy 2 darab tételt nem lehet rájuk bízni, mert képtelenek elmenni vásárolni. Ugye ez van, amikor a feleség leírja, hogy mit kell venni. Ez egy ilyen ismerő szituáció. Mi pasik hülyén vajongunk, és akkor keressük a búzadarát. Ugye? Ez mindenki ismerős. Aha. Mert a feleséget leírt, hogy hozzá búzadarát. És te csak keresed, hogy javasod, még odaírja, hogy alufólia, meg odaírja, hogy vanília puding, és megőszülsz. Nem tehát, azt írja, hogy búzadara, hanem azt, hogy gríz, és ilyet nem találsz. Igen, gríz, vagy búzadara, vagy bármit ír, nem tudod megtalálni. Ugye a rutinosak egy bevásárlóközpontban elindulnak balról, és tudják a listán, mi található, és mire jobbra érnek, összegyűjtik. Én ha néha megyek, azt szerintem én 120 km-re többet megyek. Mert ugye a lista szerint megyek balról jobbra. Tehát, hogy sansztalan, hogy mint azt... Mint anyám, pont. Ugyanúgy. Elmegyek az alufóliára, és kívánok, hogy kenyeret visszamegyek a citromért, megint átmegyek a tejfölért. Nem tudod, hogy mi hol van. Hát honnan kéne tudom, már nem ott lakom. Ja, az is igaz. Hát nem, komolyan mondom, nem ott ez oknics fiókod. Érted, örülök, ha a lakásban megtalálok valamit, honnan is nem kéne tudnom, és a citrom meg a tejföl az egy helyen van, vagy az alufólia. Az alufólia egyébként rájöttem, mindig középen van. Ott de keresem. Azt is jelent, hogy citromot elveszed, aztán elmész a másik végére az alufólia.
alumfóliához, és visszajössz az almáért. Listára megyek én is. Nem, a gyümölcsöt tetteje meg tudom venni. Tehát az, annyit tudok szelektálni, ha van a listá, hogy a gyümölcs, akkor megnézem a tételeket, azt úgy megveszem van. Egy helyen. Már gyümölcsöt inkább gyümölcsös neveszek, tehát nem szedtem azért hipereket. De amikor ott vagy tejföl, alufólia, nem tudom, tisztítókendő, meg mit tudom én, vaj, akkor ez egy 5 kilométer. Akkor rájövök, hogy itt több dolog egy helyen felfedezhető. Tehát, hogy azért azt... Igen, a tejfölvaj az azért. Hát, ha összekacsint, ugye, ott közben nem megyünk el az alufóliáért. Az vicces lehetek így, ahogy Diósdonot egyébként négyszer látnak elmenni a pénztár előtt, ilyen nagyon kétségbe esett üveges tekintettel bámulva egy listát. Tehát, hogy... De sose jönnek oda segíteni, ez igazságtalan. Miért nem jönnek oda segíteni? Szórakoznak. Jó szórakoznak. Nem akarnak megzavarni. Ma 20-szor láttam Balást. Hol? Ugyanott. A pénztárnál. Na, de ez a csávó se érti egyébként a nők bevásárló listáját. Mert hogy ugye az volt leírva, hogy azt írta, hogy kell egy tömb sajt. Egy tömb sajt. Egy tömb sajt. Egy tömb sajt. Egyes tömb egy sajt. Egy tömb sajt. Vett egy tömb sajtot. Oké, majd? Majd utána az volt odaírva neki, hogy kettő chips tortilla. Vett kettő csomag chipset, a tortilla. Oké, tortilla chipset. Utána három, oda volt írva, hogy hamburgerhús, ezért ne, ő vett három. Már. De ő vett három hamburgerhúst. Utána oda volt írva, hogy négy egy láda víz, és oda megvette, hogy négy láda vizet megvett. Utána ott van, hogy öt cukor, és ő vett öt csomag cukrot. Hat doboz tésztát, hét doboz jódozott sót. Egyébként tök igaza van, tehát hogy teljesen jó. Tehát, hogy miért nem az, hogy egy pont... Mit tudom én, az egy első, több. Hanem kettő egy. Pont chips, három pont hamburgerhús. Hány tételes volt a lista? Hét tételes volt a lista. Kézzel a 20 lett volna. Vett hét csomag sót a végén. Aha. A nagy kilós sót, mit csinálsz igen. Vele hét kilós sóval? És mi lett volna, ha mondjuk a csatorna tisztított, egy lefolyó tisztító kellett volna, 20 lefolyó tisztító. Így csinálsz 20 lefolyó tisztító. És így aztán elindult, és megvett tulajdonképpen mindent abban a sorban, ahogy kell. Megvette a tömb sajtot, tovább haladva két zacskó chipset, három csomag hamburgert, négy láda vizet, öt csomag cukrot, hat doboz tésztát és hét doboz jódozott sót. Hát most nem merül föl a kérdés egyébként, ha azt írja a feleséged vagy a párod oda, hogy hét doboz só, akkor a hét persze. Doboz sót meg kell venni. Hát ha annyit tök jól csinálta. Hát ezt írták oda neki. Ha ma jó lesz télen, hogyha felfogy a járda. 3,5 millióan nézték meg ezt a videót. És föl van háborodva a csávó, hogy a felesége a hülye, hogy nem tett pontot. Nem, ő kitette ezt, most ő a hülye, igen, hogy most én vagyok a hülye, vagy ezt most nekünk férfiaknak rosszul jelölik. Hát de tök jó, hogy legalább elmegy, nem? Igen, nagyon kedves tőle, de azért szerintem egy értelmezhető lista, úgy körülbelül. Jaj, te tudod, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, hogy látod, hogy sorrendben van. Igen, mert mihez kezdesz 7 kiló sóval? Ha csak nem disznóvágás volt, és a sonkát le kell sózni utána. Ugye, mielőtt elviszed füstre, azt megértem, az meg kevés a 7 kiló. De minek a 7 kiló só? Hát, ha egy picit gondolkodsz, akkor már rájössz, hogy ez nem lehet. Érted? Nem azért küldenek oda, hogy gondolkozzál. Az egy lista. Mi azért megyünk oda a férfiak, hogy harcoljunk. Azt ott meg kell csinálni. Ez egy háború, ahol minket küldenek. Az a csatamező. Kettő darab igaz, nyugdíjas nénivel, akik egyébként 30 darab WC-papír és 6 kg élesztő mellett balról beelőznek a tejfölös pultnál, érted? Hát az oda én háborúba megyek. Nehogy már ő érjen oda hamarabb. Hát nehogy már ilyen. Minek a 10 darab kemotox, írja valaki. Hát sok a légy. Ti írtok magatoknak listát, ha mentek? Vagy persze. Így? Igen? Hát az persze. A rendes bevásárló úgy. De még téged nem a béka küld valószínűleg. Nem. Ő olyat szokott csinálni, hogy ha mész a boltba, akkor hoz valamit. És abból is van félreértés, mert hogy hozzá nem tudom mit, légfrissítőt, oké, okay, és akkor fölhívott, hogy jó, de miért? Mert 500 fajta van. Hát a kisvirágosat. Mindegyiken van kisvirág, igen, mert van virág. Igen. Tehát, hogy ilyen félreértések vannak, de nálunk ugye ezt én állítom össze, hogy egyébként a konyhában mit veszek. Tehát nálam ilyen nincs. Ja, hogy te azt a tette kezelet. Persze. De licstázunk, az fontos. Mert impulzív vásárlóvá válsz egyébként. Az, hogy? Ahogy minden vackot összevásárolsz. Hát igen, körbenézel, aztán mindent, amit megkívánsz, igen. Megveszel. És olyankor állnak halomba otthon a dolgok, és aztán egy fél év múlva kidobod a lejárt szavatosság miatt, mert elfelejtetted. Hogy hú, de jó lesz majd ez jövő héten, megvetted, és kész, vége. Igen, ha bevásárol listán a 20-as tétel az ószer lett volna, rájött volna, hogy ez csak egy sorszám. Ez félre igen, az ilyenek miatt írják rá Amerikában, hogy a macskát nem szabad betenni a mikróba. Nem tudom, én azért ezt egy kicsit úgy értem. Szóval, hogy azért nem egy egyszerű feladat ez a bevásárlás. Én nem vagyok túl jó. Hát írás rendes listát akkor, és akkor menjél azzal, azt meg tudod csinálni.
vagy fotókat küldessél magadnak. Igen, hogy mi Messengeren. Tényleg, hogy pont, hogy mi az, ami neked pont. Nagyon ritkán bízza rám ezt a Viki, de akkor elküld a küld fotót is. Tehát ő már tudja, hogy ja, az, hogy nem azt fogom hozni. Ő nem azt fogom hozni. És akkor leírja, hogy ez a fajta tisztítok-e, ez a fajta ilyen, és akkor küldök fotót. Ha nagyon ritkán bevetem magam a forgatagba, akkor ezt azért ő ügyesen csinálja, már kiismert. Egyébként szar érzés hazamenni, úgyhogy hogy tudod, hogy mellé nyúltál. Elcseszted. Aha. És akkor mindig van ilyen, tudod, ilyen ebből se ez, abból se az, tudod. Úgy érzed, hogy jót csinálsz a gyerek, aki négyes hoz, aztán leszúrják. Hogy nem elég. Hát ő már inkább elküldi a fotót, és akkor tudom, hogy mit kell venni. Színre, szagra, illatra minden tud egyezni, és akkor megvagy. Igen. Most adom, én írom a listát az asszonynak, 24 tételes lesz, és az utolsó a dobozos sör lesz. Ott ráadásul egy kartonba, ugye pont annyi van. Jó. Igen. Felhő alapú közös bevásárló lista. Öcsém! Na? Az hol, micsoda? Van hol ilyen? Vagytok ti ehhez képest? Az mi az, hogy felhő alapú közös... Megosztod a pároddal a bevásárló lista jegyzetet, és ő bele tud írni. Már ti is így nyomjátok? Ez tök profi. Van, aki a vacsorát se osztja meg a párjával. Nem, hogy a felhő alapú. Bevásárló jegyzet. Mi az, hogy már mit csinálják? Van egy jegyzetem? Igen. És akkor együtt veszük meg mind a ketten az alufóliát? Azt a jegyzetet megosztod a feleségeddel. És akkor ő is beleírhat. Ő is beleír. Ez tök jó. Jaj, de cuki! Hát én ehhez képest elég egyszerűen csinálom meg. Összeírok egy listát a Viberen, és átküldöm Móninak. Ő beleírja a sajátjait, ezt visszaküldi nekem. Ja, hogy te írsz külön egy listát, persze, hogy te ezeket listát, fogod megvenni. Igen, átküldöm neki a Viberen. Ő még beleír. Ő beleír, és akkor visszaküldi nekem. És így. De akkor ott nála te vagy a felelős, tehát te vagy az, aki mész és vásárolsz. Te vagy az, aki... Na, aki... Hát is, de így legalább biztosan az van, amit én szeretnék. Ja, mert hogy ő mellé nyúl, vagy hogy ő rossz? Hát, szó, tehát, hogy nem mindig jön neki össze minden, de így ketten szépen összehegeztük ezt a dolgot, és akkor a vége az, hogy mindenki örül. De ez nagyon cuki, hogy közös bevásárló lista, ez tök jó. Tök romantikus. Hát az tényleg. Ti küldözgettek majdnem olyan, mint egy közös vacsi. Te beírod, hogy fél kiló burgonya, és akkor ő átjavítja új krumplira? Tehát csináltok ilyeneket? Vagy snidling, beírja, még ne felejtsd a snidlinget, ez nagyon helyes. És ez felhő alapon látja? Igen, tehát ha te beleírsz bármit, ő azonnal vagyok. Látja a változást. Óriási dolog a számítógép, látod? Te is csináljátok ezt. Persze, nekünk a naptárunk közös, hogy ki mikor mit csinál, azt látod a másikon, és akkor nincs az, hogy hol voltál, ott van benne, van a izében a naptárba. Közös naptár. Igen. Van ez ilyen. Ez nekem is új. Hát a sajátomat se találom egy csomószor. Na jó, oké, kezdjük. Ha holnap rendezvénynekére menem egy beszélgetésre, nekem ma jutna eszembe, hogy szóljak otthon. December elején van a rendezvényen, szólok, jó? December elején van egy pécsi. Te tudod a dátumot? Igen, meg van a izé is. Akkor a helyszínt is van a Peller Marjana. Van a Peller Marjana. Küld már a helyszínt, Léci, tudod. Vagy tudom, hogy nagyon fontos dologra kérnek, meg kettő nappal előtte szólj már, Léci. Hogy menned kell. De leginkább a Vikinek szóljál, Léci, mert szegénynek mindig elfelejtek én szólni, hogy mennem kell Pécsre rendezvényre. Tudtam még két rendezvényről, de se a dátumot, se az időpontot nem tudom, szólnál két nappal előtte, hogy ne felejtsük el csütörtökön Pécsre elmenni. Jó, mert lesz még ott egy beszélgetés. Azért tudom, mennyire jó, mert Janival veszük a jegyeket, hogy valamelyikre el tudjunk menni. Tényleg honnan tudod, hogy nekem mikor van rendezvényem? Én se tudom. Hát ezek meg közös nidling bevásárló listát írnak, hallod? Látod, hát, ilyen csodálatos. És közös a naptáratok. Igen, van egy közös naptár, amit ő is lát, és én is látok, sőt, most már a gyerekek is látják, és akkor abban benne van a család összes teendője, hogy akkor kosármeccs, izé, nem tudom mi, minden benne. Ki kosarazik nálatok? Csomi. Csomi kosarazik? Hát, mit gondoltál én? Hát a labdát, hát mit, nem, a labdát, mit tudom, hogy hát nem mentél valami szenyor csapatban, feleset tudját nálatok, annyi milyen fura dolgot csináltok. Hogy így állnék, a másik oldalról jön a labda ezzel meg a meg se kell mozdulnod, zsákolni azonnal, tudsz olyan magas, vagy hát mit tudom én. Úgyhogy mindent látsz a másikról, és akkor ez folyamatosan frissül. Ilyen tök egyszerű. Júj, de jó. De érted, én meg krétával rajzolok a bejárati ajtóra, hogy holnap este előadás. Holnap este előadás, fölírom krétával, érdetti, meg közös naptáron vagytok. Hát ez komolyan mik vannak. Most konkrét bevásárló applikációkra írnak itt a hallgatók, hogy van ilyen applikáció, ami pont erről szól. Azt a mindenit. Az én párom nagyon okos férfi, de jött egy SMS. De a kapcsolatunk nem. Elején, ha elment boltba, csak egyféle dolgot vásárolt, ha kétfélét kellett venni, akkor kétszer ment. És nem kérdezett meg semmit és senkit. Ha nem találta azt, amiért ment, akkor hazajött üresen mondván, hogyha kérdez, még hülyének nézik. 12 év alatt annyit fejlődött, hogy már bekarikázza az újságon, vagy felírja. Ez egy komoly fejlődés. Na, bekarikázza az újságon. De ez ingyenes Tesco újságon, bekarikázza, hogy mit kell venni. Jézus Mária. Zseniális.
Anyukám egyszer elküldött vásárolni, ez szerepelt a listán, egy víz, én meg azt olvasgattam, hogy próbálom megfejteni, hogy ez egy hashtag víz. Ja, hogy egy hashtag víz, aha, azt írta a kettős keresztel, igen. Nagyim elküldött két deka élesztőr, 10 évesen vettem 20-at, mert gyanús volt a mennyiség. Jó, biztos. Igen. A férjemet megkértem, hozom vörös hagymát, felhívott a boltból, itt csak lila van és barna. Akkor mit hozzon? A vörös hagyma tényleg nincs. Úristen, ez én vagyok. Ez nagyon jó. Lila színű, meg barna színű. Ez nagyon van lila, meg barna. Meg van a kicsi, az olyan fehér, de az fura alakú. Az ugyan fokhagyma. Igen. Apám hozott 3 kiló csontot. Anyám kérdezte, mit csináljak vele. Apám mondta, te mondtad, hogy lapockát vagy csontot. Anyám mondta, hogy lapockát vagy combot. Combot. Nem mindegy. Nem mindegy. Jó csontlevest. Igen. Nálunk a férjem mindenből úgy vesz, mintha nem 3 gyereke lenne. 10 deka párizsi, 1 levél sajt, 2 paradicsom. Mindig az acskó fölött kérdez, hogy miért nem annyit vett, mondtam, hogy szemüveg nincs nála, vagy nem olvasta az SMS-em, írja Rita. Tehát, hogy keveset vesz a párja, ez arról szól. Vesz, de nem eleget. Munkatársam henceget egyszer, hogy kapott egy 10 000-est, és mondta neki, hogy hozzon tejet. Vett 10 000-ért tejet. Alig bírta haza cipet. De ez mi, hogy a párja még pénzt is ad neki, hogy vásároljon be? Hát valószínűleg ott ugye ő kezeli a kasszát. Tudod, hogy nincs mindenkinek külön pénze, hanem anyunál van a kasszakulcs, és akkor ad egy 10-est, ebből vásárol. Az nagyon béna. Hát lehet, hogy apu ugye kicsit bőkezűen élt a pénzügyekkel annak idején. Ja, és akkor anyu elveszi a pénzt, és anyu ad bevásárló pénzt. Hát hogy egy csomó családban van ez, hogy a kereset, a közös, a két kereset az egy kasszába megy, és ezt a kasszát bizony általában anyuk szokták felügyelni. Aha. Például a kocsmába is kevesebb. Azért 50 évesen, amikor pénzt kapsz anyut, hogy menjen vásárolni, azért az ugye, hogy azért az... Na. Hogy azért azt úgy illik meghaladni, nem? Mit értél el? Megköszönni. Mit értél el, fiam, az életben? Hát semmit, 50 éves, hogy pénzt kapok a feleségem, hát, amikor boltba megyek. Havonta. De ha ügyes vagyok, spórolok, akkor ihatok egy feles hazafelé. Úristen. Ez nagyon jó. Igen. Haveromat elküldte a felesége bevásárolistával, de zsebében maradt az előző bevásárolista, megint megvett arról minden. Egyébként szerintem vannak férfiak, akikre ezt nem szabad rábízni. Miért erőltetik ezt a nők, amikor látják, hogy ez nem megy? Mert menekülsz, mert te ezzel menekülsz. Mi az, hogy nem lehet rábízni egy emberre egy listát fölírva, ami van 10 tétel? Miben van, akinek ez nem megy. De van akire, én például teljesen alkalmatlan vagyok. Hogy bemész és veszel egy liter tejet, meg mitten két... Ha nem folytatod tovább, ezt szerintem lehozom, de ha még mondasz 3 tételt, akkor egész biztos, hogy elkeveredek. Tehát, hogyha azt mondod, hogy 1 liter te is egy mondjuk baj, azt megugrom. Mondjuk a tejnél is baj, ugye, hogy az, hogy laktózmentes, milyen zsírszázalékú, melyik márka, ez már 3 csapda a számodra. Én nem tudom, én ott elveszek mindig, ott állok, ott az a töménytelen mennyiségű minden, és úgy kicsit úgy szétfolyok, úgy amit nem tudnék koncentrálni, úgy megzavar az a sok minden. Rettegsz, mi? Tessék? Belül rettegsz. Ne, vagy jól el vagyok a világon, ma nem rettegek, de valahogy úgy elkeveredek mindig. Elküldtem a férjemet lencsért, hazajött sárga borsóval. De hát azért vannak ilyenek. Na, hát ez könnyű összekeverni. De miért küldöd el a férjedet lencsér, ha egyszerűen nem tudja, melyik a lencse? Mert rá van írva, hogy lencse. Igen. Hát nem lesz olyan hülye, oda van írva. Lencse. Csak tudsz olvasni, nem az van rá, hogy sárga borsó, illetve arra az volt írva, hogy sárga borsó. Lencse. Anyámik elküldtek boldog a porcukorért, mert rossz volt a daráló. Nem mondták, hogy rossz, csak hogy hozzak 2 kiló porcukrot. Hoztam 5 kiló kristálycukrot, mert olcsó volt, mint a 2 kiló porcukor. És majd hogy daráljuk, ugye? Csak... Ja, Istenem. Szerintem ez tetszik, ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és ez nem egy rossz ötlet. Fel kell mérni, hogy ki az, aki erre képes, gyerekek. Nem szabad ezt erőltetni. Lejátszuk ezt a legós játékot? Persze! Hogy beengedjük a jelentkezőket? Igen, de aki eddig jelentkezett, az kizárt. Aki eddig jelentkezett, az diszkvalifikálva van, az nem ér. Jó, egy több 100 000 forint értékű nagy Lego készletet lehet nyerni. Jó, mi a beugró szó? Mit küldjetek? Lego, Roxford, Harry Potter, Rowling, J.K. Rowling, nekem mindegy, mit küldtök. Jó, ezt az összeset. Küldjetek egész el az összeset mondatban egyszerre. Megfogalmazva, oké? Okay? Jó, és akkor megnyerhetitek a Legót. Mindjárt jövünk a játékkal. Gyálom van egy baleset a lámpánál, a Tesco-nál, úgyhogy ott mindenki menjen óvatosan. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. Illetve, bocsánat, 8:30. Hát ott még ez se lehet rám bízni, mennyi az idő. De ez soha nem lehetett. Jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Hoppá, 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 itt vagyunk. 3:09 lesz pontosan 1 perc, van időjárásunk, Ferenc. Nagyszerű lesz majd egyszer. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu.
Tudod, hogy csak azért van, hogy leadhassam ezt, úgyhogy... Így van. Mély tartalmak az időjárásban is. Így is van. Na, azt mondja, hogy itt van velünk Bogi. Hello, Bogi, jó reggel, ciao. Sziasztok, sziasztok. Szia, nem hiszem el, hogy itt... Ugye? Mi sem? Nem, nem, ez tényleg. Sok régóta próbálkozol? Hú, igen, igen. És hú, tényleg ez esélytelenek nyugodtan, már valóban küldtem ma az SMS-t. Mert minden nap küldtem, és most így még mindig nem hiszem el. Nagyon jó, nagyon sokan próbálkoznak, nagyon népszerű ez a játék. Valahogy mindenki ezt a 4000 évig kirakandó Harry Potteres legót akarja. 16000 darab. Én remélem, egy nap alatt meg lenne. Egy nap alatt? Hát azért azt nem nagyon hiszem, mert 6000 darabból 6000 áll. Darab. Szóval, hogy az azért kemény. Vállaljuk a kihívást, nagy a család. Ez egy ilyen teniszpálya méretű. Hatalmas. Igen. Egy új ingatlant kell vennetek, hogy tudjátok tárolni. Igen. Legófanoknak megoldható. Mert azok vagytok egyébként, ez egy ilyen nagy családi program lesz, hogy akkor minden ilyen elkezdett. Igen. Igen. Mi igen. volt a legnagyobb, amit eddig kiraktatok? Lego Harry Potteres kastély, de kicsi, kisebb ennél. Aha, csak 3000. Mert én lány vagyok, és én nem kaptam soha igen, gyerekkoromban Legót, és irigyeltem ezért a fiúkat, úgyhogy most ezt a fiamra irányultam, de ő szeret, igen. Nagyon jó. Oké, jól van, figyelj. Feri elmondja, akkor miről szól a játék. Arról, hogy egy nagyszerű szinkron színészeti előadást fogsz hallani most tőlünk. Egy nem? hibátlant, egy egész egyszerűen egy utánozhatatlan, kivéve Balázs, aki a 80-as éveket fogja majd hozni. Én a 80-as évek hangalámondását hozom kiválóan. A film nem 80-as, vigyázz, nem. Csak az alámondás lesz igen. 80-as évek. Ja, jó, oké. Okay. Jó, föl nem. kell ismerned a filmet, és hogyha ez megvan, akkor tiéd a... Szemtelenül, egyhangsúlyjal, érzelem nélkül, ahogy a 80-as években a VHS Véres Sport című filmet hát, többek között alámondták. Hát nem, 86-os vagyok, ezt nem nagyon tudom. Neked nincsenek meg a hangalámondásos filmek? Hát bocsnál. Ne csináld! Mindent egy, ha pornó nem volt gyerekkorom, ha mi? Horror, ha akció, mindent ugyanazon a hangon mondott a csávó. Egy gram érzés nem volt benne. Mindent. Semmi. Csillagok háborúja hangalámondva, Véresport hangalámondva, és egy hangon női férfi hang, gyilkosság, öröm, bánat, csírás, egy hangon, egy intonálás nélkül, hangsúly nélkül, ezt ő így elmondta. Ez volt a hangalámondás. De akkor volt videód, vagy VHS kazettád volt? Hát nagyon régen, de már az a baj, nincs meg így bennem, hogy az, hogy működött, vagy mi volt. Hát az VHS szalag volt, igen. Hát az nagyon durva. Akkor te már ilyen DVD-s generáció vagy. Igen. Hát inkább igen. Na jó, és ez mitől a klasszikus, amit most kaptunk az HBO-tól? Ezt mondja már meg valaki. Hogy mitől klasszikus? Hát ez most ez egy új dolog. De segíts, de ez egy világ várta. Ja, nem úgy értem, hogy nem nagy klasszikusokat mondunk alá? Ne, ez is egy nagy klasszikus. Ja. Lesz majd egyszer. Sorozatokban mennyire vagy otthon, Bogi? Azt úgy igyekszem nyomon követni. Aha. De az ilyen nagyon hardcore, tehát ilyen sci-fi meg ilyenek, azok nem minden. Uh-huh. 12 karika fölött annyira nem. 12 karika annyira. Igen. Jó. Na, oké, figyelj, meglátjuk, hogy megy-e, aztán majd akkor kicsit segítünk, jó? Tehát ez egy most, egy viszonylag friss sorozat az HBO-n. Oké. Igen, reméljük nem lesz még egy ilyen. Nem, sokan szerették. Nagyon sokan szerették. Nagyon sokan. Nekem nagy ilyen fantasy rajongó barátaim, vagy mondtai haverok inkább, hogy ők valami meg nagyon ráfűztek. De nyilván nem hasonlítható egy másik sorozathoz, ami előtte volt. Na most már tényleg csak ide mondjátok a nevét. Na most már tényleg nem. Na melyik vagyok? Jobban izgulok. A második az lesz jó izével. A V betűs vagy a narrátor? Egy sorral lejjebb, tehát ami be van piros a karikázva. Igen, lehet, hogy a narrátort azt kihagyhatjuk. Hagyjuk ki a narrátort. Igen. Kettes rész. Én vagyok a kettes. Nem vagy a kettes tekercs, azon belül az R betűs. R betűs vagyok én. Jó. Jani okay. A V betűs. Te nem vagy akarsz? Benne? Te nem vagy benne? Hát eleve te benne voltál ebben a sorozatban, bár nem találtam meg, hogy hova. Nem, az jó. Akkor tolja te. Oké, akkor kezdem. Jó. Ha a sárkányokra nézel, mit látsz? Mi? Egy szót se szóltál hozzám, anya temetése óta. Erre most leküldöd a testőrséget. Válaszolj! Hidd el! Fontos! Mit látsz? Azt hiszem, hogy magunkat. Folytasd! Mindenki azt mondja, hogy a Targaryenek inkább istenek, mint emberek, de a sárkányaink miatt gondolják, így nélkülünk nem különböznének másoktól. A gondolat, hogy irányítjuk a sárkányokat, csak illúzió. Az ember nem játszhadozhat csak úgy ilyen erőkkel. Ez okozta Valyria végzetét. Ha nem okulunk a történelmünkből, mi is így járunk. Na pont ilyen a sorozat is.
Nekem fogalmam sem lenne, mi ez, de itt van előttem a szöveg, így elolvasom, és le van írva a címe is. És miért tudod citrit? Hangalámondás vagyok a VHS korszakból, 83-ból. Nem, de nem, persze, de igen. Ez még mindig az. Aha. Na? Ez a trónok harca, vagy a sárkányok háza? Vagy a Homeland, vagy a valami más. Kettő közül melyik? Sárkányok háza. Nagyon kis bizonytalan vagy. Haló, biztos, hogy az? Igen, sárkányok háza. Hát én se hittem el, hogy egy sort sem ismerek belőle, de gratulálunk. Ezt elmondhatok, hogy nem láttam, csak az HBO-n láttam, hogy van ilyen sorozat. Ez jó. Igen. Ha ott láttad, akkor szerintem jót láttál. De most meg kell néznem. Hát jó, ha van sok időd, nézd meg. Van, aki szereti, van, aki nem szereti. Nagyon megosztotta a közönséget. Oké, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél, ez a legfontosabb. Gratulálunk! Az önnyereménye egy Lego Harry Potter Oxford kastély az HBO Max felajánlásával. Na most már. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szerintem egy fantasztikus karácsony lesz a gyereknek. Igen. Nagyon örülünk. Hogy hívják a gyermeket? Máté, Máténak. És ő tudja, hogy játszottál ezért? Nem. Meglepi lesz. Na, olcsó. Igen. Olcsó megúsztátok az idei karácsony Máténak. Igen? De apa se tudta, hogy játszok, úgyhogy neki is üzennék, hogy megvan. Hát ha nem tudja, szerintem akkor viszont nem hallja. Igen. Ja, hallgatja. De most szerintem hallgat titeket, úgyhogy. Hát, ha hallgatja, akkor viszont tudja, hogy megvan. Aha, érted. De te még rá is tudod. Ja, azért üzenjük neki azt, hogy megvan. Hiszen hallgat bennünket, és tudja. Jó, oké, Bogi, figyelj, mi küldjük sok szerencsét a kirakáshoz, az is kell hozzá. Jó, hogy nézzük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, fiúk. Nagyon szívesen küldjük, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. A büdös életben nem jöttem volna rá. Nem láttad a sorozatot, Jani egyből tudta. Már a szinkronból, érted? Igen. De tudtad, hogy ez a sárkányok háza? Igen. Hát abból már, hogy... Na jó, de ott vannak a nevek, hát úgy persze. Na hát innentől, de ha a sárkányokra nézel, mit látsz? Hát ebből gondoltam, hogy ez nem a Barátok közt. Igen, mondjuk. Egy HBO-s ribéjén. A Magdiányos mondjuk egy sárkány, ezért több sárkány már. Igen. Na jó, holnap még van akkor egy játék. Van bizony, még odaadunk egy ilyen kastélyt. Még egy kastély. Még egy, és egy fantasztikus szinkron. Igen, ahogy látom, az is egy klasszikus. Én nem tudom, ezek mennyire klasszikusak, de hát biztos az. Én hiszek az HBO-nak. Hát amit szerintem ez klasszikus, ha a szponzor mondja, hogy klasszikus, akkor elhisszük a szponzornak, hogy ez klasszikus. Nem, amit egy világ vár, érted? Aztán az mindegy, hogy mi lett a megítélése, azért az klasszikusnak minősíthető, nem? Hát a izé után, az előzmény sorozat, vagy utázmány sorozat, már nem is tudom, hogy mondják, azután ezt mindenki várta a Sárkányok házát. Na és akkor te most végül mi voltál a Sárkányok házában? Jani végignézte, és nem talált nem meg végig. Téged. Nem nézte, Jani nem nézte végig, és ott a végén addig... voltál valahol? Nem. Az elején? A közepén. Ugye Feri a Sárkányok házában szinkronizált valamit, egy mondatot, vagy hörgött egyet, vagy röfögött, vagy mondott egyet. Igen, vagy a hátul volt valamilyen kis miniszerep, de valamit szinkronizált. Most ezt te megnézted, de te nem nézted végig. Hát négy részt néztem végig, volt az első ilyen időugrás benne. És akkor most mi voltál? Volt-e benne lovagi torna abban a négy részben? Volt. Akkor ott volt a Feri. Az volt az egyetlen jó rész. Ó, hát nem véletlenül kérdezi. Volt benne. Te ki voltál benne? Na, ki volt benne a lovagi tornában a jó részben? Ki volt? Volt egy... Manó. Nagy. Nem. Ló. Kövér. Disznó. És ezt mind tudtad volna? Nagy, akarsz mondom, ló. A kövér. Mert mondjál még jelzőket. Nagy kövér. Egy sárkány. Milyen nagy kövér lovag? Nem. Lovag. A lovagok mellett volt egy mellékszereplő, de igen fontos szereplő. Csak de mi? Egy ilyen apród vagy? Vagy lehet, hogy a te voltál a ceremónia mester? Egy porondmester, egy ceremónia mester. De hát ez annyira testhez álló. Hát persze, az voltam én, aki levezényelte ezt a lovagi tornát. Várjál, volt benne valaki elviselhetetlen módon rosszul. Te voltál a porondmester. Persze, én voltam, aki bejelentette, hogy én a Targaryen házból. Targaryen, ott kiavítottam is a rendető emlékszem. Dezsőfi Rajz Katalin azonnal rátszólt, hogy ez legyen kedves Ferenc, ezt ne így csináljuk. Igen. Mi volt a szöveged? Mit mondtál?
Hát körülbelül ez, hogy és a Targaryen házból, mit te milyen lord volt. Igen, hogy 30 napra. Rinyera lord, vagy Rinyalovag. És ezt hányszor vették fel veled? Hányszor kellett elmondanod? Kétszer. És meg is voltál? Persze. Ezért mentél? Ezért. Hát a taxiköltség többbe került. 12.000 forintot kerestem vele. Hát ezért vállalnak a színészek egy csomó mindent, konyhafőnököt, meg minden más. Ez a teljes magyar igazság, hogy játszanak a kőszínházban, elmennek szinkronizálni, és még elmennek egyébként realitykbe. Jó pénzért, hogy ne halljanak ilyen. Mondtam, hogy nem baj, ha nem külditek. És ez volt a mondatot, szalag innit. Még egyszer, Ferenc. Igen, és most a Targaryenből. Még egyszer, Ferenc. Rohadt nehéz ám, mert nem csak hoznod kell a izét, hanem ugye együtt kell mozognod az ő szájával. És mi van, nem látod? Na ez az, hát közben nézned kell a monitort, ami ott van kint előtted, és a szövegkönyvedet, és egyszerre kell elmondani. És nem is volt ilyen így írják, hogy kiskezi csókolom, jöjjön valaki a Targaryen házból? Nem volt ilyen? Nem, ez volt a szöveg. Én az mondtam, volt csak, hogy jöjjön Valeria a Targaryen házból? Ez az. Ennyi. Az egyik oldal. Már ott vagy, adjanak még valami tekercset. Nem jött vissza sajnos ez a karakter többet. Nagyon sajnáltam pedig. Szóval ezt én megnézem. Voltam a porond mester, aki ott a lovagokat összeeresztette ezen a bizonyos lovagi tornán. Nézd már meg délután, hogy milyen volt. Nekem ez nincs letöltve. Ez most megnézem. Az még ott hányadik részben vagy azt? Ez az első volt szerintem, vagy második. Tudod mi van, hogy egy rohadt fotót nem csinálhat semmi. Igen, bekötött szembe visznek be a stúdióba. Igen, úgy van, és megveszőznek megpörgetnek háromszor, átvisznek egy másik szobába. És semmi más. Titoktartás? Még csak az egész jelenetedet sem nézheted meg, amiben benne vagy, hanem csak azokat a részeket, egy pici 5 másodperc bevezető az elején, és amit te mondasz, és hogy annak vége van, paf, már fekete a képernyő, és nem hallasz semmit. De akkor reklamálják, hogy neked több kell, hogy karakterbe gyere. Adjál ilyen, ilyen alülről kell. Ugye, a szinkronizók nem gondolja, hogy én most így ebből szerepbe jövök. Hát látnom kell, hogy néz ki, mekkora, milyen magas, hát mutassanak többet. Hát ettől nem tudsz karakter. Hogy jön be a lovak? Hát én úgy fogom konferálni, de nagyon sokat segít a szinkronrendező, mert elmondja, hogy itt nagyobb pátosz, nagyobb lendület, nagyobb akármicsoda. Kevesebb, jó, ez már sok volt. Nem így mondjuk a nevet, Feri. Még egyszer, a nev nem Targaryen. Targaryen. Nem, Ferenc, álljunk meg. Targaryen úr! Mert én ugye nem láttam a izét se, a trónok harcát se, tehát nekem ezekről a nevekről sem volt semmi fogalma. Hogy a francba találtak meg? Semmi. Hát de ez tök menő, ez elmondhatod, hogy ez tök jó, hát ez benne. Láttad? Nem. Érdekel? Nem. Nem. Ő a mi emberünk. Gyere, mert engem nem befolyásol, tudod, az előzménye. Igen. Ennyi. A trónok harca, hogy ott milyen hangok voltak, én oda megyek, megcsinálom, amit kérnek. Na jó, akkor elmondhatod, hogy benne voltál a Trónok harca előzmény sorozatában, mint szinkron színész. Ez is felkerül majd a szívidre, hogy... Szinkron színész. Az majd írd be, ha valahova pályázol az önéletre. Volt egy 3 mondatod a Sárkányok házában, de ez tök jó. Beírom. Nézd már meg ma délután, és akkor elmondjuk holnap, hogy milyen volt. Próbáld meg fölvenni ilyen hangjegyzetbe. De mégis, de ezért a kedvemért megcsinálna. Na látod, hát ez na, már... Azt írja, az Feri, hogy bocs, én végignéztem, amikor a porodmester beszél, azt kisipolták. Egyébként az benne van, hogy nekem nem szóltak, hogy rossz. Hogy alkalmatlan vagyok rá. És hívtak valaki más. És hívtak valakit, és megcsináltatták. Én a szarügy, mikor leülteted az egész családot, anyukádat, mindenkit. Visszaemlékezve sorozatban, nem te voltál benne a legrosszabb. Te voltál. Na, ott a hangjegyzetet, megtalálta. Ilyen jó, Laci, megtalálta. Na, meghallgatjuk Ferit, figyeld. Na, Muti. Sokkal jobb minőségű, mert most csak oda tartják. Jaj, jó, vagyok. Nem kell megnézni. Hát, milyen jó vagy, Laci. Komolyan, hogy megnézed. Te jó, egy csomó. Figyeljetek. Figyelj. De jó minőségű. Az annyit értem, hogy és most kezdődik. Valami ilyesmit hallottam, hogy és most kezdődik. Nem hallottam, mégis meg kell néznem. Doppergés. Tényleg itt tartunk, hogy oda tartod a mikrofonhoz. Várja. És most kezdődik a harc. Valami ilyesmit igen, mond. Kezdődik a harc. És ebből nem is ezerért. Várj, van még tovább is. Ó, várjál, a hírek után meghallgatjuk. Most erőlük, hát a nagy szöveg az a hírek jó, után jön. Várjál. Hát 12.000-ért olcsó lesz a délutánom. Nem lehet ott válogatni. Ja, ennyi van. Ennyi van. Hát mit gondolsz, miért szerepelnek színészek realitybe tényleg? Na jövünk mindjárt a hírek után, 2 perc, pontosan 9 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
9 óra után vagyunk, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Sziasztok. Na mutasd te kis... Na? Te kis szinkronizáló. Mit Laci szinkronizáltál? Megtaláltuk Ferit a Sárkányok házában, illetve pontosabban Laci megtalálta, hogy a Sárkányok házában, ugye Feri elmondta, hogy neki van egy rövid szinkron részlet, és Janira bízta. De Jani valószínűleg egy nachosztállal a melkasán átaludta ezt a részt, mert nem szerette annyira a Sárkányok házát. De én a fontosabb részekre koncentráltam, de azok nem voltak. Elmondom neked, hogy a Sárkány örököseiben voltál, E1, R1. E1, R1? Tehát évad is egy, és a rész is egy. És a rész is egy. Egy egyébként látványos lovagi torna. Egy látványos lovagi tornán voltál te, poronmester. Így van, aki összeereszti a lovagokat. Laci és megtalált. Rájöttem, hogy ezt úgy választják, hogy megnézik a színészt, hogy kövér és szakállas, és akkor az első, aki, szerinted igen? Aki eszükbe jutott, én voltam. Tehát van ilyen, hogy hasonló legyél, külsőleg is egy kicsit? Hát várjál, tudunk ilyet mondani? Aki ilyen... Persze. Szerintem a Rékos egy-egybe Tom Cruise. Na. Dörner György az abszolút Bruce Willis. Nem, te hogy is. Dörner György abszolút Eddie Murphy. Aha, szerintem egy az egyben. Mindjárt a Beverly Hills Zsaru, és a megint 48 órában Dörner György egy az egyben. Bruce Willis. Vagy Eddie Murphy. Nem, szerintem így nincs ilyen. Nincs ilyen. Tehát ez inkább ritka egybeesés, amikor még a szinkron színész hasonlít a... Tehát van egy színésznek 100 országban szinkron színésze. Tehát nem lehet mindenhol ugyanaz. Na figyelj, na mutatlak, figyelj, ez volt-e. Itt még csak atmoszférában vagy. Igen, itt még csak a lódobogász vagy. Targaryen házból a városhercege most kiválasztja első ellenfelé. Ez Feri. Vagy még? Van perc, viccel. Csak sok tapsot kaptam. Igen, jön a lovag. Most jön Feri újra. Így beszélgetnek. Na, valaki belerondított a szerepembe. Na, hol vagy? Mindjárt. Ló. Köszi. A ló nem én voltam. Pata. Pénzkölés. Egymásra néznek. Az első kihíváshoz Theon Targaryen herceg választása. Az óvárosi Cersei Hightower esett a király segítőjének legidősebb fiára. De egész bonyolult szöveget van, basszus. Ez 12 ezer forintért. Ennyi. Ha nem fizetnek túl. Ennyi. Mondtam is, hogy ott hagyom kávépénznek. Oda mész 5000-ért taxi, vissza taxi, 5, iszol egy kávét. Hát ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Hát figyelj. Ja, és parkolót fizetsz a saját autóval. Ja. Ha megbüntetnek, el is ment a gázit. Ezért mondjuk max ez alakadási jelzőt kellett kitenni, vagy érted? Vagy kiraktad a villogot, bementél, fölrántottad, gyors, ez kész. Hát. Nem, jó, ez nem a kalandér az ember szívesen benne meg ez van. Menő, hát ez tök jó. Volt, persze, meg itt tök jó dolog, igen. A Bud Spencer Bújtor István például az írják, de az egy véletlen hasonlat. Ja. Tehát nyilván a Bújtot nem azért választották ki, nem hasonlít, hanem egyszerűen csak az egy véletlen volt. De tényleg hasonlítottak egymáshoz, tehát az mondjuk elképesztő volt. Na jól van. Most csak Feri miatt megnézem az első részt a Sárkányok házában. Már mindent hallottad előre, a legjobb részt hallottad. Hogy tudsz ilyen szavakat kimondani? Kérdezi valaki. Le volt írva szinkronizálva, vagy izével is fonetikusan. Igen, torrent a csújaimre. Hát abban is van valami. Abban van valami. Abban van valami, igen. Bár mondjuk a torrente nem úgy néz ki élőben, tehát a színész az nagyon más, mint aki. Hát főleg, hogy a szerep kedvéért hízott fel akkorára. Igen. Egyébként egy vékonyabb csávó. Egy kifejezetten vékony, sovány csávó. Igen. És azt mondta, hogy gyűlölt, hogy állandóan dagatnak kell lennie. És nem volt kitömve? Vagy ne, tehát rendesen ne, rendesen felhízott. De mi egy év alatt felszesz 20 kilót egy szerepén? Simán megfogysz is, persze. Hát vannak nagyon nagy lefogyások. Na, a fogyásban nem hiszek. Jó, biztos, hogy az kap. Igen. Na, gyerekek, olvastátok, hogy a gazdasági versenyhivatalnál a Google-val szemben egy kis magyar apró kis cégecske a Google-val szemben akar kártérítést indítani? Nagyon ez jó a történet. Fingassuk meg őket. Meg akarják fingatni a Google-t. És ugye itt arról szól, hogy törbe is csalták a Google-t egy ilyen kis zseniális húzással, mert hogy... Ugye van egy cég, akik birtokolják, ez a zeneszöveg.hu, ővék az összes, hát ilyen dalszöveg tulajdonképpen, amit ugye aztán... Magyar dalok szövegét, hogyha keresed, akkor mindig az dobja ki elsőnek.
Tehát bármelyik magyar dalra, ha rákeresel, akkor igen, a szövege ott összegyűjtötték, van náluk, rendszerezték, és ezek a szövegek ezek náluk vannak az ő weboldalukon. És ez egyetük ilyen jogtiszta módon intézik ezt a tevékenységet. A dalszerzőkkel ez le van beszélve, meg szakmai képviseletekkel mindenki ki van fizetve, tehát nincs ebben semmi jogsértés. De a Google bevezette ugye a saját dalszövegrendszerező szolgáltatását, ezt a dalszövegkártyát, ami ugye azt jelenti, hogy a dal mellette nézheted a szöveget is, vagy olvashatod, vagy megnézheted pontosan, hogy mi a dalszöveg. Tehát ha videón elindítom, akkor menj mellette a szöveg. Vagy rá tudsz keresni a Google-on a dalszövegre, hát van egy kedvenc dalod, és meg akarod nézni, hogy miről énekel, akkor a Google-be beütöd a dalt, és ott kiírja, hogy szöveg, és akkor megnézed a szöveget. Aha, ez külföldi dalokra is, így magyar dalokra is vonatkozik nálam. Igen, tartalmazza a mű keletkezését, meg az album nevét, meg az előadóját, meg mit tudom én, tehát egy csomó ilyen fontos adatot. És ugye az oldal kitalálta, hogy elrejtenek bizonyos hibákat direkt a dalszövegben, hogy bizonyítsák, hogy a Google fizetés nélkül egy az egybe átvette. Ja, mert a magyar szövegeket azt tőlük elcsorják. És a magyar szövegeket ettől az oldaltól elvette a Google. Aha. És nem volt se engedélyük, nem fizettek érte. Egy kis rafkósak. Az így egy ott a világon semmi. Csak ők ezeket leszedegették erről az oldalról, és berakták a saját szolgáltatásukba. Ja, mert hogy fizetni kéne, érted? De ahhoz, hogy várjatok, ahhoz, hogy én közöljek egy dalszöveget, ahhoz azt nekem meg kell vegyem? Tehát én nem írhatok ki egy nem tudom milyen dalszöveget az oldalamra? Anélkül, hogy ne kérdezném meg a... Szerintem a magyar oldal azt jelezte azt, hogy az oldalon található tartalmak azok az ő tulajdonát képezik. És ugye ők azzal, hogy elrejtették ezeket a hibákat, gyakorlatilag lebuktatták a Google-t, akik egy-ez egybe átvették tőlük, igen, ezeket a szövegeket. És akkor ilyenkor ez a kis a magyar apró, most a Google-hoz képest egy kis magyar apró cég, ez ír egy felháborodott hangvételű levelet, hogy Dear Google... Tehát ismerve a Google policiát, nem, hogy nem válaszolnak, tehát valószínűleg spambe megy a levél. Figyelj, szerintem... El se juthat valójában. Ha most a gazdasági versenyhivatal viszont azt, hogy 400 millióra megvágja Google-t, az már lehet, hogy azért érzékenyebben érinti őket. De milyen ügyesen csalták tőle? Nagyon ügyesen. Direkt hibákat, amit a Google átvett. Ha ők mondjuk 20-30 esetben mondjuk bizonyítani tudják azt, hogy jogsérelem történt az ő rovásukra, akkor már a Google-nak fizetni kell. Tehát, hogyha mondjuk egyszer ez előfordult volna, hogy mit tudom, érted, nem tudom miből, a hold nem sajdaból volt az ő szövegükben, hanem valami egészen másból, akkor az nem számít. De hogyha 20-30 esetben mondjuk ezt így bizonyítani tudják, azért az már pénz. Na jó, de a dalszövegek szerzői jogával nem az oldal rendelkezik. Tehát az mi alapján perli be a Google-t? Megvettem minden egyes dalszövegírótól a szöveget, ez az oldal? Igen, tehát ez a kis zeneszöveg.hu, ez kifizeti a dalszövegek szerzői jogát a dalszerzőknek, és akkor azt mondja, aha, hogy ez már az enyém, az enyém, akkor viszont a Google nekem csengessen komoly felhasználói díjat? Mert be volt egy ilyen pere a Google-nak, de azt elvesztették. Mm-hmm. Van egy ilyen óriási nagy oldal, az a Genius nevezetű oldal. Szerintem ők vagy az Artisiussal, vagy valószínűleg nem a szerzőkkel vannak így kapcsolatban, inkább az Artisiussal lehetnek. Tehát ők jogtisztán teszik fel ezeket a szövegeket. A Google meg lenyúlt, a világos. A Google meg lenyúlta. És akkor amikor fizet majd a zeneszöveg.hu-nak $2 millió a Google, az menő. Most kéne beperelsz, egy ilyen nagyon nagy céget beperelsz. Szóval, hogy valószínűleg nem ők írtak levelet, hanem mondjuk egy ügyvéd, érted? És egy ügyvédi levél az a Google-nél is egy ügyvédi levél, tehát arra már úgy rá kellett nézni. Szerinted most egy ügyvédi levél megérkezik Európából, valahova. Európából, Magyarországról. Magyarországról egy kicsit értivevényes ügyvédi. Horvát és horvát ügyvédi iroda, Rádai utca 12/B. Közvetlen a zárójel a kínai büfé mellett a kettes kapucsengő. Igen, 10-22. Kérem, hosszan nyomja, ha nem vesszük föl, ne adja föl felirattal. Attól a Google összerezzen? Nem biztos. Valószínűleg ők küldtek felszólító levelet, de erre a Google nem rezzent össze. Ha, azért, nem is reagált. És azért csinálták meg a trükköt, ugye, hogy átírtak dalszövegeket, ezt átvette a Google, és innentől kezdve már van bizonyíték. Tehát ez már támadható, mert először küldesz egy felszólítást, ha jogsértés van. Hogy ezt hagyják abba, és fizessenek érte. Erre a Google nem válaszolt, ezután jött a trükk, hogy átírták a szöveget, mert innentől kezdve bizonyítható. Mert egyébként hogy bizonyítod? Lefordíthatta a Google, vagy megkereshette másként is. Tehát a hibát kellett elrejteni. Ez ügyes ötlet. Igen.
Ugye? Igaz, hogy Máté Péter forog a sírjában, mert nem úgy lett a szöveg odarakva, de nem baj, viszont a Google lebukott. Én Demjén Rózsi nézte, szarból van a hold. Szarból van a hold. Sajtot írtam, gyerekek! Tényleg azt írtam, hogy szarból van a hold. Nem, művész úr, csak éppen a Google-t készülünk bebuktatni, ezért kellett azt írni, hogy szarból van a hold. De úgy látjuk, ők is átvették, mert most már a Google-nél is szarból van a hold. Ravasz! Nagyon, megint a magyar leleményesség. Velünk szórakoztó kicsi apró magyar cégekkel. Aj, mi megmutatjuk. Igen? Megy az ügyvédi felszólítás, igaz, hogy azóta szarból van a hold, de... Nincs, de egy darabig csodálkozom. Több is veszett Mohácsra. Nem írják a cikkbe, hogy melyik dalt írták át? Hát gondolom, az összeset át kellett. Hát hogy az összeset? Hát, hogy mindenhol el kell rejteni egy pici hibát, na hogy de... lásd, vagy csak egyet elrejtesz, és akkor... Hát de az összes az mit jelent? Tehát 3000 darab dalban mindig elrejtettek egy pici hibát? Hát valószínű, egyébként mindenhol tettek. Igen, Sanyi bennmaradt a hétvégén, és mind a 3000 beleírt Sanyi valamit. Sanyi mind a 3000 dalt átírta. Igen, Sanyinak volt egy hosszú hétvégén. Sanyi van egy rossz hírem, mi? Az összesben készlete lévő daltban elkerejtened egy hibát. Egy kaka. Egyébként ez jó. Dalszöveg zárója mindig a kaka. Tök egyszerűen megoldanánk. És akkor csak érzed, Ctrl-V, Ctrl-C. Na, itt van velünk a zeneszöveg.hu ügyvezetője, mindjárt megkérdezzük erről a perről. Hello, Roland, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, szia. Ki volt a kolléga, aki belerondított a dalszövegekbe? Sanyi? Sanyi ült bent a hosszú hétvégén? Konkrétan Pisti, de... Pisti. De nem, valójában igen, de különben nagyon jól lemodelleztétek, mert picit leegyszerűsítve, de kb. Ez történt. Igen. Tehát, hogy ez volt a módszer. A Google-ös megkeresés az pedig még prózai volt, ugyanis átsétáltunk a hídon, mert ugyanazon a szinten voltak, mint a mi irodánk, és megkérdeztük, hogy fiúk, ez mi? Ez most ez így hogy van? Ja, hogy a magyarországi Google. Magyar Google, a magyar ugyanott Google. Volt. Aha. Illetve igen. Azt hittük, hogy ti is a Silicium World-be vagy. És erről ők tagadták ott a másik oldalon? Hogy... Nem, nagyon kedvesen mosolyogva elmondták, hogy ezt a mesterséges intelligencia szedte össze, amire én magamtól kataktam, hogy egy informatikusnak ezt akkor próbáljuk újra, mert nem valószínű, hogy a mesterséges intelligencia magától összeszedi ezeket a szövegeket, de így a későbbiekben pedig tényleg megtettük azt, hogy itt-ottam ott, de ez nem kellett azért komolyabb módosítások, tehát egy-egy pont vesző, egy-egy elírt szó, és hát megtaláltam, a sajtból van a holdban, a harmadik sorban az van, hogy már az ördögöktől se félek, ez az eredeti, ahogy ti raktátok, már az ördögököt se félek. Na. Hát csak ennyi. Tehát apró kicsi helyesírási hibákat raktatok. Aha. Óriási. Tehát a szarból van a hold, akkor az nem állja meg. Nem állja meg. Ennyire nem kell te elrugaszkodni. Miért nem? Hát akkor ennyire kellett volna. Fel, mondjuk, szerintem. És figyelj, milyen régi ez a történet, mert itt van egy hallgatói felvetés, hogy esetleg Gáspár Laci zöldhajú lányának van valami közvetlen is tréfátok. Azok is ti voltatok? Én minden bizonyan, a magyar dalszöveg, akkor valószínűleg igen, de hát ez hosszú évekre nyúlik vissza ezért ez a történet. Nem csak mióta pereskedtek? Hány év? Azt olvasom, hogy 3-4 éve tart a per, és egy budai lakás ára már ebben benne van? Tehát, hogy... hát, körülbelül igen. 2018-ban tűnt föl, hogy ez valahogy így nem passzol, és azóta kezdődött el az egész folyamat, de hát mi rendes gyerekek vagyunk, mire eljutottunk odaig, hogy GVA meg egyebek, addig mi szintén írtunk levelet, copyright claim, stb. És ahogy nagyon-nagyon jól elmondtátok, ez történt, ültek rajta hónapokig, akkor nagy nehezen írtak egy ilyen semmitmondó választ, gondolom azt, amit mindenkinek elküldenek, hogy nyugodjunk le, nincs itt semmi látnivaló. És akkor ezután döntöttünk úgy, mert ugye ez egy ilyen két irányú dolog, mert az egyik a szerzői jogi része, a másik meg egy versenyjogi dolog, hogy gyakorlatilag a saját szabályait nem tartja be, mert ha betartaná, akkor körülbelül a 62. oldalon jönne föl a saját szolgáltatása, de hát ugye ők egy laza mozdulattal ezt a kereső tetejére emelték, és mi ezt nehezményezzük, hogy azért ez így nem fair. De azért ez mennyire nem korrekt tényleg, hogy egy ilyen giga mamut vállalt a Szilícium, vagy tulajdonképpen azt sem, amit akar. Még az ügyvédi levelet se veszik nagyon át. De legalább akkor válaszoltak 3 hónappal később jött valami válasz. Igen, ez tényszerű, tehát ezért mondtam én azt, hogy érdemben nem kaptunk választ, és akkor így indult el egy ilyen hivatalos eljárás, hogy hát ha így erre most oda fognak figyelni, és ennek azért is van nagy jelentősége, mert képzeljétek el, hogy ez az egész dalszöveg mizéria, ez a világon nincs rendesen lekezelve, megoldva. Ez továbbra is egy ilyen picit ilyen szürke terület, mert nyilvánvalóan a Big Tech, tehát ezek a nagy cégek szeretik azt mondani, hogy hát kérem, ez meta adat. A meta adat az azt jelenti, hogy mit jelent a dalnak a hossza, ki írta,
a szerzőségek, stb., de maga a szöveg, tehát ami a szövegként megjelenik grafikusan, az már olyan, mintha azt mondanám, hogy ez a Kottának a legalsó sora. És hogyha ugye azt mondom, hogy a Kotta legalsó sora is ingyen van, akkor Kotta miért nincs ingyen? Ha a Kotta ingyen van, akkor miért nincs ingyen a dal? Szóval innen indul a sztori, hogy ez egy szerző jogtulajdon, amit legalább illik egyeztetni. És volt már, hogy elmarasztalta az EU a Google-t? Vagy hogy mit, hogy valaki neki fizetek 1 milliárd dollárt, forintot, 500 milliót, tehát ebből lehet valamilyen bevételetek, hogy egyszer tényleg 5 év múlva megnyeritek ezt a pert, és mondjuk születik egy elmarasztaló ítélet? Kapaszkodjatok, 2 hónappal ezelőtt az Európai Bizottság 4 milliárd 200 millió euróra büntette meg a Google-t azért, mert egy hozzánk hasonló szolgáltatás, a Google Shopping, tudjátok, van ez az árukeresős izé, hogy beírod, és akkor kidobálja, hogy milyen termékeket ajánl, ezt egy német cégtől nyúlta be ugyanezzel a módszerrel, és akkor ott egy ilyen döntés született, de hát ez is egy hosszú évekre visszamenő, tehát ez valami 2010-12 óta húzódó sztori, viszont most nekünk van egy nagyon jó példánk arra, hogy na, ez Pepitában ugyanez. 4 milliárd euró. És azt kicsengették? Tehát az végrehajtható? Valaki oda megy a Google-höz, és akkor azt mondja, hogy az utolsó 2 utalásotokat azt küldjetek ide, és akkor ő megérkezik a 4 milliárd, tehát behajtható? Na, ez az, amiben mi nagyon bízunk a gazdasági versenyhivatal szakértelmébe és tudásába, hogy ezt ők jól ki fogják vizsgálni, és élnek a lehetőséggel, hogy esetleg a hazai pénztárcába is csorgassanak, mert hát ez nem a mi pénzünk, mert ugye ez egy hivatali eljárás, ez ha így történne, akkor ez egy bírságként jelenne meg az államkasszába, aminél mi pedig azonnal jelentkeznénk két kézzel, hogy azonnal a kultúrába visszacsorgatni ezt a néhány 10 vagy 100 milliárd forintot, hát attól függ. Szerintem most ez egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit itt megszorongassuk azt a nagy tesót, akinek ez biztos nem fog fájni. Szerintem nem tudunk volna ezt. Igen. De a trükk a zseniális, ahogy tényleg csőbe húztátok őket, az nagyon tetszik, hogy elrejtettetek kicsi kis apró tudásokat. Igen. Ilyen kis türek, fogadjuk, hogy a kockacukrot is lopják a konyhafülkétekből. Igen. Még szerintem ott a Google-os vezetőknek gondolom, hogy a gazdasági versenyhivatal neve hallatán egyszerűen álmatlanul forgolódnak. Tehát, hogy azért azt el tudom képzelni, hogy ott a 2 milliárdos csávó, a Google 2 tulaja azért meghallja, hogy GVH is összerezzen. Istenem, csak a GVH-t ne. Hallom a foguk kocogását, hogy ennyire rettegnek. De hát ez egy ilyen játék sajnos, de mi nagy szeretettel állunk bele az ilyen játékokba azzal, hogy akkor nézzük, hogy így játszik le, hát ha így kell, akkor így kell, de végig fogjuk csinálni. Na le a kalappal, mi nagyon szeretjük ezt a cikket, drukkolunk, tök menő, hogy így kicsit is magyar cégként így legalább megizzasztjátok őket, tudják meg, hogy itt nem lehet csak úgy dalszöveget nyugni. Igen. Magyar virtus. Igen, nagyon. Egy kis magyar leleményességet törbecsaltátok a Google-t, nagyon jó. Kurucokkal nem szórakoznak. Igen. Igen. Roland, köszi, hogy elmondtad, majd olvassuk a folytatást, reméljük lesz az, hogy pozitív. Ciao. Köszönöm szépen Csipai Rolandnak, az eneszöveg.hu ügyvezetőjének. Micsoda magyar leleményesség. Szórakoztok? Igen, akkor elrejtünk valamit. És aztán hogy benyalták? Ugye metaadat, mi? Persze. A metaadat meg a robot szedi össze. Persze, aztán utána már kiderült, hogy ez szarban van a hol. Roli fogta magát kis műanyagporral, a féli kiült kis mokacsinójával, átsétáltott a Google-ba, bekopogtatott, aztán értre, szényeg szélére állította az óriást. Igen. Na jövünk mindjárt, 9:50 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után. 3:10 lesz, 6 perc múlva. Azt írja valaki, hogy Ferit mérni kell, fiúk, ez igaz? Ma hova kéne mérni? Már nem is vagyok urázik. Ne, szerintem... Se. Lassan szerintem egy évre tart ez a dolog. De most hova mérjük? Hát, jó, szólok, ha mérni kell. Jó. Szólok. Akkor ünnepélyesen lezárhatjuk ezt a fogyok urát. De egy utolsó mérlegelés legyen. Tehát, na várj, ha abba mérünk, akkor nincs zárás. De ha abba hagyod, akkor is mérünk. Ja, hogy igen, hogy hol vagyok. Viszont ha nem hagyod abba, akkor is mérünk. Tehát mindenképpen mérnünk kell. De mit csinálod? Most annyira nem, de... Hát akkor nem. Nem. Jami, várj. Annyira nem, az vagy az... Kegyetlen vagy, nem. De most akkor mi van? Vagy, időlegesen főfüggesztettük. Hát Olaszországban voltam, tehát nem tudsz megállni. De akkor zárjuk le, legyen egy ünnepélyes utolsó mérlegelés, ahol a kudarcba fulladt zsákutcányi, behajtani tiloson keresztül vezető, teljesen... Kegyetlen. Egyenrangú útkereszteződéses fogyókúrát, az tulajdonképpen egy egyértelmű kudarc. Nem, az akkor azt mondjuk ki. De nem mondjuk ki, hiszen az induláshoz képest lejöttem. Érted? Tehát, hogyha az egész időszakot nézzük,
Az most de ilyen alapon készülhetek maratonra úgy, hogy nem futok egyik nap se. Ugyanaz sem, mint te, úgy, hogy úgy fogyok hát, korázol, hogy közben eszel. Jani készül holdra szállni éppen, csak persze. Még nincsenek meghajtó indítóra kínálják. Van, de elindultam abba az irányba, csak... A Zsül jövőre bocsánat, el akar indulni a Mr. Olympia versenyen, érted? Igen. Csak még egyelőre nem kezdett el mozogni. 121-ről érted, lementem 110-re, akkor az siker. Egyébként ez így, már ez igaz. Akkor zárjuk le, hogy... 100 volt a cél? Hogy 100 körül. De ügyesen csináltam, mert nem adott meg semmilyen időintervallumot, hanem majd valamikor. Valamikor. Tehát a Bolondját mondtam, járatja velünk, ja, az orrunknál fogva vezet. Megyeget. Akkor még tart. Január 6-án indult a fogyás, 120,4-jel, akkor tegyük mérlegre januárba karácsony után. Jó. És derüljön ki, hogy 132-t nyom. Tehát ez egyet a világon semmi baj nincs. Csak akkor valahoz, akkor januárba zárjuk le. Jó. Hát januárban most? Indultál egy mérlegeléssel 120,4-jel. Ezt okay. Nem mondjátok, hogy ez lassan egy éve. Az egy éves sztori. Jézus, ez egy éves sztori. Három hónapnak tűnik. És körülbelül havonta egyszer. Az februárban mérlegeltünk, márciusban mérlegeltünk, áprilisban mérlegeltünk 5.-11-én. Május. És aztán mérlegeltünk 7.-29-én, az nem volt official, mert ott belekötöttél a mérlegbe. Mérlegeltünk 9.-19-én, és utána 7.-29-én a mérlegelésnél folytál 13,3-at. 9-én ez lecsökkent 8,2-re, mert akkor 5 és felett híztál. Ez volt az utolsó official adatunk van, szeptember 19-én. Köszönjük, Anna, a hivatalos információt. Január 6-án. Ez január 6-án indult a dolog. Tehát úgy eltelt egy év, hogy nagyjából arra emlékszem, hogy az egész fogyi sztori, ez megy egy nagyon durva fél éve, de akkor nagyon durva. Január 1-én indult átmérlegre. Felfoghatatlan. Felfoghatatlan, hogy megint elment egy év. Egy év eltűnt, gyerekek. Nem belőled tűnt el súlyformájában, csak mi lettünk idősebbek, mert belőled nem tűnt el semmi. Tehát, de egy kicsi, igen, csak vissza is jött. Tehát ha teljesen őszinte vagyok, semmi nem tűnt el belőled semmi, de... Jó, akkor ne, most nem érjünk akkor egy... január 6. Január 6, ja. Amikor kezdünk, akkor a 120,4-hez képest minden idők longest ever fogyókúrája, ami tartott egy évig. Van, akik életükön át csinálják, haló. Akkor te várítottad az egyik leghosszabb ideig tartó igen. Magyar fogyókúrát, meddig fogytál, Feri, egy éven keresztül. Megnézzük, hogy a 120,4-hez képest hol tartasz? Januárban. Az egy nagyon hálás mérlegelés lesz a karácsony, és a szilveszter, ahol köztudottan nálunk dzsihád van. A bor, a bólé, a lencse, a kolbász, a disznó, a pata, a csőr, a köröm, a haj, és a amit szőr, és a vér elfogyasztása is. Után téged januárban lemérlegelünk. Az egy nagyon jó időzítés. Az tök jó, okos. 6 rúd mákos, 4 rúd gesztenyés, 12 rúd pisztáciás fejti, és tömétel mennyiségű vörösbor és fehérbor után szerintem életet fogyok uráját futod. Nagyon menő. Na. Jó, tehát egy év eltelt éve, hova jutottunk. Jó. 120,4 csak mondom, ez úgy azért úgy valahova, hogy a merev lemezbe azért úgy íródjon be. Ha úgy néha felkeveredsz a egy fürdőszobai mérlegre, akkor azért ez tud, hogy ez a viszonyítási alapunk, ehhez képest nézzünk meg téged. Jó. Vállalom a kihívást. Vállalom. Mondta már, hogy jövőre szeretnék átevezni az Atlanti-óceánon, nem? Persze. Januárban írjátok föl, Léci, jó? Csak mondom, hogy nekem is vannak vágyaim, tehát én januártól készülök átevezni az Atlanti-óceánon. És most egyőre annyit csak, hogy... Hányszor hallgatunk meg a... Februárban újra visszatérek az edzésre. Hányszor hallgatunk meg a megtanulók zongorázni. Ez igaz. Na, igen. Most is tanulok. Folyamatban januárban be tudom ahhoz mutatni, hogy mit fejlődtem az elmúlt két évben. Jó. Jani, te mondtad, hogy jövőre szeretnél átfutni a Szaharán? Ja, persze, igen. Abszolút mondtam. És tegnap például tampoksan sétáltam. Zsűr állítólag jövőre elindul egy kazinci versenyen, ahol 10 mondatot mond egybe egymás után. Az biztos igen. Nem. 20 éve készül erre. Uh-huh. Na? Jó, nézzük meg, én most már erre kíváncsi vagyok. De a francba mérlegelés előtte. Most már január. Csak január. Oké. Okay. Okay. Én mérlegeltem, inkább eszem, írja egy hallgató. Hmm. Valószínűleg már van valami rossz élménye akkor. Oké. Okay. Akkor megmutatjuk, hogy mi történt a mai napon. Jó? Átlagot kell számolni, és megvagy. Egyébként ez egy jó ötlet. Igen. Tehát a 8 mérlegelésed összeadjuk, és elosztjuk 8-al. Akkor szerintem az tökéletes. Szép. Na, ugye beszélhetünk egy TikTok videóról, hogy egy férfi arra kéri a követőit, hogy a pasiknak bevásárolistát írnak a nők, akkor a felsorolásnál tegyenek pontot vagy pontos vesszőt, mert hülyeségeket vett. Ugye erről beszélgettünk, hogy ki hogy vásárol, illetve a Liu testvéreket is megbeszéltük, hogy hol fogják folytatni sportolói pályafutásukat, mert hogy ők kocoltak Kínába. Igen. Ugye? Igen. Finoman szólva. Hát igen, finoman szólva, igen. Finoman szólva. A nagyobb gúbáért.
Tulajdonképpen ennyi. Az vesse rájuk az első követ, aki nem ment volna el a nagyobb gubáért. Akkor lett volna gond, hogyha azért a gubáért, amit beléjük fektetett Magyarország vagy a Magyar Szövetség, nem teljesítettek volna, de teljesítettek. Hozták. Igen, nem tudtunk egyértelműen pálcát törni felettük. Szóval, hogy megbeszéltük a Liú-ügyet, és aztán próbáltunk ajánlatot tenni a szövetségnek, hogy mivel marasztalják a Liú testvéreket. Úgyban van valami sajtótájékoztató, valami nagy bejelentés. Hát, ha még egy ilyen opcióként ott egy tiszta lapra föl tudják írni, hogy ezt fel tudjuk ajánlani, próbáltunk nekik segíteni, hogy mit ajánljanak még a Liú testvéreknek, akik valószínűleg már bőven aláírtak Kínába. Tehát, hogy már nem csak ott vannak, hanem már bőven ott is edzenek. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Egyes tömbsajt. Ő vett egy tömbsajtot. Oké, majd? Az volt odaírva neki, hogy 2 chips tortilla. Vett 2 csomag chipset, tortillát. Oké, tortilla chipset. Utána 3 oda volt írva, hogy hamburger hús, ezért ő vett 3. De ő vett 3 hamburger húst. Utána oda volt írva, hogy 4 egy láda víz, és oda megvette, hogy akkor 4 láda vizet megvett. Utána ott van, hogy 5 cukor, és ő vett 5 csomag cukrot. 6 doboz tésztát, 7 doboz jódozott sót. Egyébként tök igaza van. 3,5 millióan nézték meg ezt a videót. És föl van háborodva a csávó, hogy a felesége a hülye, hogy nem tett pontot. Nem, ő kitette ezt, most ő a hülye, igen, hogy most én vagyok a hülye, vagy ezt most nekünk férfiaknak rosszul jelölik. Hát de tökő, hogy legalább elmegy, nem? Igen, nagyon kedves tőle, de azért szerintem egy értelmezhető lista, úgy körülbelül. Nagyon ritkán bízza rám ezt a Viki, de akkor elküld a küld fotót is. Tehát ő már tudja, hogy ja, azért nem azt fogom hozni. Ő nem azt fogom hozni. És akkor leírja, hogy ez a fajta tisztítok-e, ez a fajta ilyen, és akkor küldök fotót. Ha nagyon ritkán bevetem magam a forgatagba, akkor ezt azért ő ügyesen csinálja, már kiismert. Most azon én írom a listát az asszonynak, 24 tételes lesz, és az utolsó a dobozos sör lesz. Ott ráadásul egy kartonban, ugye pont annyi van. Jó. Igen. Felhő alapú közös bevásárló lista. Öcsém! Na? Ez tök jó. És ez felhő alapon látja? Igen, tehát ha te beleírsz bármit, ő azonnal vagyok. Látja a változást. Óriási dolog a számítógép, látod? Te is csináljátok ezt. Persze, nekünk a naptárunk közös, hogy ki mikor mit csinál, azt látod a másikon, és akkor nincs az, hogy hol voltál, ott van benne, van a izében a naptárba. Közös naptár. Igen. Van ez ilyen. Ez nekem is új. Hát a sajátomat se találom egy csomószor. Na jó, oké, kezdjük. A holnap rendezvénynek kérem, menem egy beszélgetésre, nekem ma jutna eszembe, hogy szóljak otthon. December elején van a rendezvényen, szólok, jó? December elején van egy pécsi. Te tudod a dátumot? Igen, meg van a izé. Akkor a helyszínt is küld. Van a Peller Marianna. Van a Peller. Küld már a helyszínt, Léci, tudod. Vagy tudom, mert nagyon fontos dologra kérnek, meg 2 nappal előtte szólj már, Léci. Ugye nem lett kell. De leginkább a Vikinek szóljál, Léci, mert szegénynek mindig elfelejtek én szólni, hogy mennem kell Pécsre rendezvényre. Tudtam még 2 rendezvényről, de se a dátumot, se az időpontot nem tudom. Szólnál 2 nappal előtte, hogy ne felejtsük el csütörtökön Pécsre elmenni. Jó, mert lesz még ott egy beszélgetés. Azért tudom, mennyire jó, mert Janival veszük a jegyeket, hogy valamelyikre el tudjunk menni. Tényleg honnan tudod, hogy nekem mikor van rendezvényem? Én se tudom. Hát ezek meg közös Nidling bevásárló listát írnak, hallod? Látod, ilyen csodálatos. És közös a naptáratok. Igen, van egy közös naptár, amit ő is lát, és én is látok, sőt, most már a gyerekek is látják, és akkor abban benne van a család összes teendője, hogy akkor kosármeccs, nem tudom mi. Az én párom nagyon okos férfi, de jött egy SMS. De a kapcsolatunk elején, ha elment boltba, csak egyféle dolgot vásárolt, ha 2 félét kellett venni, akkor 2-szer ment. És nem kérdezett meg semmit és senkit. Ha nem találta azt, amiért ment, akkor hazajött üresen mondván, hogyha kérdez, még hülyének nézik. 12 év alatt annyit fejlődött, hogy már bekarikázza az újságon, vagy felírja. Apám hozott 3 kiló csontot. Anyám kérdezte, mit csináljak vele. Apám mondta, te mondtad, hogy lapockát vagy csontot. Anyám mondta, hogy lapockát vagy combot. Combot. Munkatársam henceget egyszer, hogy kapott egy 10 000-est, és mondta neki, hogy hozzon tejet. Vett 10 000-ért tejet. Alig bírta haza cipőt. De ez mi, hogy a párja még pénzt is ad neki, hogy vásároljon be? Hát valószínűleg ott ugye ő kezeli a kasszát. Tudod, hogy nincs mindenkinek külön pénze, hanem anyunál van a kasszakulcs, és akkor ad egy 10-est, ebből vásárol. Az nagyon béna. Hát lehet, hogy apu ugye kicsit bőkezűen élt a pénzügyekkel annak idején. Ja, és akkor anyu elveszi a pénzt, és anyu ad bevásárló pénzt. Hát hogy egy csomó családban van ez, hogy a kereset, a közös a 2 kereset az egy kasszába megy, és ezt a kasszát bizony általában anyuk szokták felügyelni. Aha. Például a kocsmában is kevesebb. 50 évesen, amikor pénzt kapsz anyutól, hogy menjen vásárolni, azért azt úgy illik meghaladni, nem? Igen. Haverommal elküldte a felesége bevásárolistával, de zsebében maradt az előző bevásárolista, megint megvett arról minden. Én például teljesen alkalmatlan vagyok. Hogy bemész és veszel egy liter tejet, meg mitén 2... Ha nem folytatod tovább, ezt szerintem lehozom, de ha még mondasz 3 tételt, akkor egész biztos, hogy elkeveredek.
Azok a sportolók, akik egyénileg így versenyeznek, azok leginkább a saját maguk urai, és leginkább a saját érdekeiteket tartják szem előtt. Tehát nekem ez semmi nincs ebben. Aha. Ez egy fájó döntés, hogy nem leszünk többet ott sortrekben. De erkölcsileg nem értem, hogy miért tölnek párcát fölöttük. Brutál szponzori pénzek, sokszoros olimpiai járadék. Ugye itt mondták a 30 millió ez kontra, igaz. Nem tudom az igaz-e az a 800 millió, vagy 800 600 millió. Ugye, itthon 50-et kapsz érte, vagy 50 millió. 800 a kinti pénz. De ezt nem tudjuk, ez a 800, ez nincs megerősítve. Ez most már elég sok helyen lejött. Kósa, ugye a szövetség elnöke azt mondta, hogy nem akarjuk őket elengedni, bármit megteszünk, hogy maradjanak. Ugye Magyarországon maradnak, miközben a szövetség elvileg kifizette a kínai repjegyet, mivel elmentek Kínába, de csak edzeni. Okay. Tehát fura módon az a grotesz helyzet állt elő, ugye írja a Telex, hogy tulajdonképpen a szövetség fizette azt a repjegyet, amivel ezek a srácok elrepültek Kínába. Na. Ott is maradtak aztán valójában. Igen, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog, ami beárnyékolja ezt az egészet. Ebben tök igazad van, emberileg lehet máshogy intézni. Akkor ki kell állni a két srácok, és azt mondani, hogy figyeljetek, gyerekek, magyar a lelkünk, Magyarországon születtük, Magyarországnak nyertük az első olimpiai aranyunkat, olyan mennyiségű pénzről beszélünk, amit itt soha nem fogunk elérni, és mi is úgy akarunk élni, mint egy amerikai olimpiai bajnok, akinek szép háza van, nagy autója és biztonsága. Én ezt itt Magyarországon nem érzem, nagyon köszönjük, szeretnénk elmenni. Érted? Akkor már tiszta, de most így az egész, hogy van egy veszekedés a szövetség meg közöttük, kifizet. Szerintem a szövetség nagyvonalú volt, mert ugye a szövetség három évig megtehető, hogy nem adja ki a versenyengedélyt, ez azt jelenti, hogy 2025-ben tudnának ők csak rajthoz állni. De ugye nem akarnak kiszúrni a liutesokkal, ők valószínűleg ki fogják adni. Szerintem ez egy nagyon korrekt gesztus. Már csak keresztbe tudná nekik tenni, akadékoskodni, egyrészt azért a kínai sportdiplomácia nyilván baromi erős, meg hangsúlyos, kettő, hogy az egészet ez egy kicsit befeketíti. Tehát szerintem ők egyébként nagyon korrekt járnak el, hogy akkor gyerekek menjetek. Tudjátok, mi lesz a nagy durranás, ha hazaviszik őket a kínaiak, az kispadozás van, mert egyébként van nekik kedvenc liblingjük, csak kivették a nemzetközi versenyből a két fiút. Igen. Mit tudnánk nekik ajánlani, igen, hogy maradjanak? Mit nem kaptak meg itthon? Nagyon tetszik az a megoldás, hogy életük végéig kapjanak egyébként kori élezési lehetőséget a műjégpályán. Ez az. Plusz egy forralomból. Katásadózást ajánljunk neki, külön pavilont az ecseri piacon, maximum 18 fokba. Ez még egy jó megoldás lehetne. Szerintem adni kéne az Ázsia Center örökös vásárlási kuponjából nekik. Tök jó. Tegyék hatóság járassára is nekik, azt mondja. De jó, tuma. Hatóság járási is. Most már a tojás és a krumpli úgyis az. Bizony, halap élelmiszerek köre bővült, a rizs is az. Nekik. Lehet, hogy baromira jegyzett el valaki a szövetségnél, hogy azért ezt még ajánljuk. Kósa úr, ezt még ajánljuk föl nekik. Hát ez már sajnos elúszott, mi is csak humorizálunk nyilván, de a srácokat már nem lehet visszahívni. Igen, egyébként. Mondjuk lehet, hogy így hamarabb jutnak az új leesett gyári szalagról előkerülő iPhone modellekhez. Szerintem ez nagyon-nagyon... Ez vonzó, nem tudják megvenni a rendes iPhone-t. Ez egy jó megoldás, hogyha elvitték a srácokat a kínaiak, akkor adjanak cserébe két pandát az állatkertnek. Egyébként ez a minimum, ami jár. Becsüljenek meg minket. A ketrecen az lenne a nevük, hogy Shaoang és Sanyi, vagy mi? Shaoang, Shaoang, de tudnánk, hogy ez két darab csau-csau. Mindegy, nekünk jó lesz. De nekünk az nagyon-nagyon jó lenne. Legyen saját sportmárkás ruhájuk, a Liunikum. De jó, ez is jó egyébként. Magyar is, benne a név. Hát hogy fog majd ilyen fékony hangon kínaiul beszélni a kínai nyelvnek határozottan jót tesz. Nagyon örülök. Nagyon szomorú vagyok. Elhagytam Magyarországot, de most már azt mondom, hogy hogy de most miért? Hát ezt fogja csinálni, ilyen hangán, most már semmi nincs. Sanyi, ne használhassa a szemöldökét semmire. Tiltsuk le. Az túl nagy ár lenne. Igen. Balázsék! A Rádió Egyen! Nagyon örülök, nem volt eléggé megélezve a korcsolyám, de a Weibo felajánlott 120 millió forintnyi eurót egy korcsolyáért, úgyhogy elfogadtam. Sem megyünk arra. Egy posztoltam egyet, és 30 milliót fizettek egy posztért. Mondhattam volna erre nemet? Nem. Maga mit mondott volna? Nem. Nem? Hát most tényleg ez volt. Hát megvárjuk a délután sajtótájékoztatót, jó? És akkor minden tiszta lesz, kiderül. Már mi? Valószínűleg ez. Hát mit tudom, hogy valaki odáll, és azt mondja, hogy győzött a Kuba, győzött a Yuan. Vége a petrodollárnak, a juanit is győzedelmeskedett? Igen. Hát legyőztük. Mondhatjuk. Nem tudtunk versenybe szállni azzal az a kőkemény magyar devizával. Egyébként nagyot menetelt a forint, csak mondom. Hát figyelj, 4.50-ről jött le. Azért az nem gyenge. A nappal ezelőtt még 450 volt. Dollár, igen. Dollár. 4.30 eurója. Ha ezt tudjuk, nem megyünk sehova. Igen a magyar kőkemény forint.
Balázsik? Igen, van, de kicsit hezitáltam. De várjál, nem találom a tapsot, nem kapsz tapsot, lefagyott a gépen, mindegy. Hello, mi újság, ciao, mi vagyunk, hogy hívnak? Szia, Tomi vagyok. Tomi, várjál, megtapsolunk. Elég egyedi. Nem olyan, mint az effekt, de lefagyott a gépem, igen, te vagy a naphallgatója, Tomi. Ja Istenem, azt írtam, hogy mostantól én írom a listát az asszonynak, 25 tételes, 24 tételes, és az utolsó lesz a dobozos sör, milyen jó ráfűzni. Igen. Tomikám, figyelj, van egy plusz ajándékod, ezt hallgass meg. Gratulálunk! A nyereményed egy Toblerone csokoládé válogatás csomag. Az nem rossz. Nem rossz. Imádom, kedvencem. Komolyan? Na. Komolyan. De most mindenre ezt mondtad volna? Bármit nyersz, akkor ezt mondod? Nem, hát húgom még karácsonyra régebben mindig azt adott nekem egy óriás Toblerone. Jú, de jó az. És mindig csak egy kockát tört le az ember, és azt mondta, hogy a többit elteszem holnapra, és tízszer szóval letört még egy háromszöget belőle. Ez megvan? Mindenki így. Pár óra alatt elfogyott. És te mindig csak egy háromszög, és aztán elfogy. Valaki egy stártag mondta most, amikor jöttünk hazafelé Kolumbiából, hogy a Toblerone az a tipikus reptéri ajándék csoki volt. Igen, mert jól néz ki. Finom. Jól néz ki, örül neki mindenki. De itton ugye nem lehetett kapni, és mindenki valami nagyon speciálist akart hozni, csokoládét, mert annak mindenki örül, de valami speciálist, és ez volt a Toblerone. Igen, hát Angliába dolgozott húgom, és jött haza, mindig hozott egyet. Az klasszik. Tomikám, köszi, hogy írtál, és akkor küldjük az ajándékot is, meg az ajándékcsomagot, meg amit pluszban nyertél. Jó? Köszönöm szépen. Ciao, köszi. Hello. Na gyerekek. Nem, de meghalt az én egerem, most mondjátok meg, van ilyen? Nincs, nem baj, mert holnapra újra élesztjük. Megfulladt egy sajdaraptól. Félrenyelt, egy trapista sajdara volt. Nem tudom, hogy mi a helyzet, de nem mindegy, és nem is érdekes. Jövünk holnap még utoljára? Már a héten. A héten utoljára. Hirtelen ilyen nagyon karácsonyi hangulatom lett. Már csak 44 nap. Kezdjek el idén nagyon korán ráhangolódni a karácsonyra? Szerintem vásárolj, szerintem a lelkedben készülj föl, állj át. Éld meg az adventi időszakot. Így van. Süteményt. Ismét egy szép bensőséges karácsony. Majd mondjátok meg, Léci, a falrakat, jó, hogy tudjak mi az viszonyítani, hogy ti mondtátok, hogy nem annyi. Nálatok speciális árak vannak. Úgyhogy... Jó, hogy Léci, idén kérem előre a falrakat, hogy ne így legyek az évtized vásárlója. Na jó, aki... de az milyen fa volt? Na de milyen fa volt 40 ezerért? Pont mire bevittük szenteste, minden lehullott, de viszont 40 ezer volt. Na jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, szevasztok! Ciao, hello! Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek!